Szeretettel üdvözlök mindenkit a Like a Dragon Infinite Wealth című játék következő epizódjában. Nagyon szépen köszönöm, hogy megvártátok a szünet végét, már is megyünk tovább a játszásban. Volt intro vajon, vagy nem volt? Lehet, hogy nem is volt intrónk, akkor ma este anélkül megyünk, de mindenki tudja, hogy hol jár. Remélem legalábbis. Betöltjük a harmadik chapter, tehát hogy hány fejezet van még a játékban hátra, iszonyatosan sok, biztos vagyok benne. Az lesz a feladatunk, hogy ezt a feature-t itt most megverjük. Itt parkoltam le karakterünket, miután a Super Crazy Delivery-ből megcsináltam egy-kettő kört. És ezeket most összepakoljuk rendesen. Jönnek a jakuzák, bizonyám. Island Bruisers, level 17. Ezeket én összepakolom, persze. Nagyszerű, nagyszerű csapással. Viszont a Bengára nem nagyon tudunk kihatással lenni, azt gondolom. Proximity bonus, az nagy király cucc, csak összességében. De, ó, nézd, mégis hátra lőttük, de furcsa volt. Nem, hogyha használnék egy skillt. Ez weak. Akkor rakjuk erre, hogyha ez weak. Nézzük meg. Gyönyörű, hallod, majdnem belelökött a vízbe. Sand toss. Elmisszelte. Hopp, 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 igen, jaj, az viszont fájt, az viszont kemény volt. Lökik oda? Ez gyönyörű, gyönyörű, lefél HP-sztuk, Sanchez. Perfect guard. Ahogy annak lennie kell. Kasuga. Úgy néz ki, hogy kapott egy kis kitérés értéket magának. Szerintem használjuk még egyszer ezt a Fusey dózit, vagy dúzit. Ott is van. A két szumó birkózót ezek szerint elintéztük. Szervusz, halú kapitány, mi a helyzet, hogy vagy? Proximity bónusz. Most. Gyönyörű. Nagyon nagyokat kap Kiryutől. Shadow Diver. Viszont én sem szarral gurítok. Megint hátra esik. Nézzük, hogy van-e olyan képességünk, amire esetleg gyenge. Hát lehet, hogy ez, de nem biztos. Lehet, hogy a battery shock az jó lesz neki, igen. Nice, nice. Új, elütötte egy autó. Na hát. Ilyet még nem is láttunk. Konkrétan elütötte a csávót az autó. $273 van, $80-nyi cash szereztünk ebből. Van egy safe kulcsunk, meg valami bodacious boarding. Menő. És ez itt nem őrzött semmit? Nem. Szerintem ettől csak ki kellett, tehát hogy meg kellett szabadítani a környéket az itt tolálkodó szemétládáktól. Elég nagy itt a forgalom egyébként, lehet, hogy ezt tényleg erre gondolhattam volna, hogy használhattuk volna ilyen célra. Előzőben egy achievement is volt erre, hogy a helyi bosszokat így intézd el. Mit bámulsz? Kérdezik. Le sem szarnak titeket, szevasztok. Jó, megyünk már is, hogy folytassuk a főküldetéseket, mert azt gondolom, hogy nagyjából amúgy mindent megcsináltunk a játékban, amit ezen a területen meg lehetett. Ha megnézzük a főküldetéseket, nem igazán jelennek meg, itt volna még lent esetleg egy. Erre mondjuk nem ártana rámenni, nem? De tudod mit, menjünk inkább be a barakudák főhadiszállására, és nézzük meg, hogy mi lesz odabent. Van még egy haverunk, Aroha, mostantól kezdve, úgy látom, hogy a legnagyobb pajtik vagyunk a világon. Itt lehetne esetleg fotózni perverzeket. Egy újabb útvonalon keresztül. Azt viszont majd meg kell itt még csinálni. Lehet, hogy tényleg ilyen zónákra van bontva ez a térkép, és lehet, hogy úgy működik minden, hogy befejezed egy adott terület mellékküldetéseit, farmolsz egy kicsit, akkor felülkerekedsz itt szintekben az adott enemiken, aztán mehetsz egy következő területre, ahol meg magasabb szintűek vannak. Süt itt már elpusztította a család, jöttek, látták, vitték. Nagy királyság! Gratulálok, hogy finom és tápláló süteményt készítettél családod számára. És utólag is egészségetekre. Én úgy látom, hogy egy-kettő dolgot ki lehet lootolni, úgyhogy menjünk rá a treasure huntingra, ott a kukában is van valami. 10 centért lehajolt a kasszuga. Miközben már $3000 van neki félretéve szerintem az ATM-ben. És az előbb még azzal szivattak, tudod, hogy $30 kellett szerezni a csávónak. Még eltörtem a játékot, a sztori harcok nagy része egy körös.
mert nincs is meg a fun faktor. Most már ő is a haverunk. Az intellektusunk level up-on, nagyon király. Nice, és most ez mit jelent? Éles eszű vagyok. A Heroes Wisdom megnövekedett. Mármint, hogy annak szerintem a hatása. A Heroes Wisdom az a, az a healing, vagy az a crit rate a feltolása amúgy? Nem, titeket. Várjál, hogyha rámész, és azt mondod neki, hogy L2-sz meg now, és csak, akkor már automatában lejátsza a csatákat méghozzá egy csapásból. És akkor így, hogyha erre gondoltam volna, és mindenkit megcsináltunk volna egy gombnyomásból itt az egész térképen ezeket a kék fitsúrokat, nem is kellett volna harcoskodni, akkor mindegyikből kaptunk volna vagy 20 dollárt, és akkor most már szerintem 600 dollárom lenne. Hát ott, tehát teljesen hülyébe gondolkodtam itt. Smackdown és ennyi. A kékeket már ilyen könnyen verhetjük. Egy csapásra hullik össze az összes majom, és 24 dollár viszel tovább. Hát sokkal jobban megéri így, nem? Gondolom. Na itt egy csirke. Háró, hát nézd már. Csirke, hogy valamit akar. Még jó, hogy van madárkajánk. És akkor mostantól kezdve, Tender, a barátunk és az önbizalma megnőtt. Nem is... mi van valami a szájában? Egy hatalmas tojáson a csirke szájában. Hey, köszönöm szépen, milyen kedves. Egy B-Bowz. Szia Csuszka, hogy vagy, mi a helyzet? Láttam, hogy én már éppen lefeküdtem, te meg akkor nyomtál egy Stranded Deep streamet. Hát mondom, ez nem lehet igaz, ez a nő. Hát létezik ilyen ember? Reggel 6-kor leül streamelni? Hát mondom, biztos beteg. Valami baja van. Veszett, el kell altatni. Mindenféle cuccot veszünk innen fel, bár egyikre sincsen szükségünk. Azt gondolom, hogy akkor inkább menjünk tényleg a barakudákhoz, mert feleslegesen belemész egy ilyen loopba, hogy csak szeded és szeded a cuccokat, és közben vered az enemiket, és szeded a pénzt, de már nincs értelme, mert XP-t sem kapsz kb. A Hero's Knife az mindig ilyen 12 dollár lesz majd nekünk. Jó irányban vagyunk, tehát hogy erre kell menni, amerre most vagyunk amúgy. Rájöttem már, hogy hogyan kell a herbeket craftolni, vagy hogy mire jó. A herbeket még nem, a gyümölcseket a pálmafákról már igen, azokból már csináltunk ilyen mindenkinek visszatöltő, mindenfélét visszatöltő kajákat. Addigra már dolgoztam 4 órán, stream, dolgozás, megint stream, aludni meg minek. De most miért nem alszol akkor? Hát ne csináld már. Az helytelen, hogy... Persze a munka meg a minden az fontos, a szórakozás is fontos, de emellett az alvás nem maradjon el, hát önkreteszed magad. Hára! Még egy újabb barát. Szia Medi, hogy vagy? Szerintem ez az a híd, amin át kell mennünk. Ugye 24 dollár. Hát ez így már rohadt egyszerű. Tehát, hogy mondjam, tehát tényleg egy gombnyomásra megvan minden. Viszont a pénzformulásra meg tök jó. Hogy rájönnénk arra, hogy hogyan lehet a munkákat váltogatni a játékban, akkor... tudnánk új fegyvereket is vásárolni minden bizonnyal. És az már egy kicsit jobban megtápolna bennünket. Bár úgy érzékelem, hogy így sem vagyunk éppen szarok. Hát, hogy látod, itt most mindenki egy gombnyomásra meghal. Hogy érted, hogy nem mehetsz? Jaj, ne, egy híddal odébb vagyunk. Bocsánat. De az irány az jó volt egyébként, mert itt a Taco Trucknál kellett ugye arcoskodni, hogy ide eljöhessünk egyáltalán. Itt voltak azok az emberek kakából, tudod, akik a csatorna lakói. Valahol a környéken. Bárcsak banán lenne, hogyha banán lenne, akkor tudnék csinálni menőségeket belőle. Egész csapat számára a HP visszatöltő, meg minden visszatöltő őrületet. Egyet ütsz és mindenki meghal. Digimon trainee lettem. Miért?
Na ezt mondom, látod, hogy már 463 dollárom van, tehát tényleg egy gombnyomás és mindenki meghal. Zajlik az élet Tokió utcáin, ez Hawaii sziget. Ez Hawaii szigete. Valamelyik szigete. Megyünk és végigverünk mindenkit rajta. Persze, de a pénz az jól jön. Mert látszódott, hogy ilyen 50 meg 100 ezeres meg milliós tárgyak vannak benne, amikre szükségünk is lesz majd. Úgyhogy igaz, hogy ezek ilyen 20 dollárosok, de mégiscsak jó őket szétverni. Nem erre felé volt a brutál szintű robot Jaru, de igen, igen, itt a környéken volt valahol. Igen, az elmúlt epizód végén meggyaláztuk emlékeim szerint. Ahogy mondod, igen, igen, igen. Hát meg is kellett amúgy, meg kellett rongyolni. A napokat, Haro, a karizmatikus kaszuga. Úgy látszik, hogy egyre feljebb lép. Na itt már látod, itt már normális elemik vannak. Ezekkel most nem akarunk mi balhézgatni. Ehelyett elindulunk a barrakudák területére. Oda, ahol eddig még nem jártunk. Jakuzák már mindenütt vannak. Tényleg? Azt mondod, hogy behálózták az egész világot. Ott volt egy level up, ha jól láttam. Ez egy kutya. Szia! Ugat, ugat mondja. Úgy tűnik, hogy akar valamit. Adunk neki egy szendvicset. Szereti. Noir a neve. Azért, mert fekete. Wow. Jó döntést hoztunk. Remélem itt lesz majd legközelebb is. Ezek kékek. Hát nem gondolod, hogy majd az utamba állsz. Majom. $17. Na, ezt kellett volna már az elején is csinálni. Hoppá! Oda nézzenek! Oda nézzenek! A hernyó emberek! Voltak. Szóval ezt kellett volna csinálnunk eddig is. Itt valami van azért hátrahagyva, ez egy herb. És ott már piros enemik vannak, a piros enemikkel harcolni kell. Ott nem lehet csak úgy szarakodni. Azt nézzük meg, hogy van-e itt esetleg... Nem, nem, köszönöm, nem akarok mindenkivel itt harcba szállni. Azt nézem, hogy van-e itt boss. Van valami, ez egy bad fortune, sajna. Esetleg láda, tudod, hogy valami. Elveszünk minden. Itt semmi sem. Azokkal nem akarunk most éppen vizekedni, ott nincs semmi. Jó, megérkeztünk szerintem. Most... Lootolok is, de nem is. Ezeket viszont összeverhetjük még gyors. Azt szeretem nagyon ebben a gameben, hogy nincs durability. Megérkeztünk a helyszínre amúgy. Itt vagyunk az ajtó mögött, úgyhogy nézzük a barrakudák őrületes. Hát valamiért, nem tudom. Mindjárt kiderül, hogy hogyan folytatódik a történet. Ez aztán a kitaszítottak barlangja. Gondolom, te vagy román. Ó, igen, te úgy vagy a városban. Üdv Hawaii-on. Remélem, hogy jól érzed magad. Habár úgy tűnik, hogy gyorsan szerzel barátokat. Jeff a Taco Trunkból már mesélt mindenről. Azt mondta, hogy sneaky, nem, kígyó típusú, kígyóznak emberek, tudod, vannak, akik be akarnak csatlakozni a barrakudákhoz. Ő aztán egy igazi, upstanding, tehát egy kimagasló polgár. Mindig vigyáz az embertársaira. Milyen baromság ez? Látom, hogy fent kell tartanod a tiszta imidzsedet, ugye? Jeff, te koszos, bűzlősegjük, mondta közben. Tomi. Csak azt akarjuk, hogy be kell jutnunk a District 5-ba, és ki kell jön, honnan jönnünk majd. Hallottuk, hogy te segíthetsz ebben. Ez egy korrupt zsaru. Ja, igen, én szoktam oda őrjárat hozni. De hagyjuk már. Úgy nézek ki, mint hogyha bűnözőkkel alkudoznék. De pedig. Neve ez a fickó, aki meglógott az állomásról. Névtelen fickó. Nem vagy olyan helyzetben, hogy szívességeket kérj tőlem. Különösen nem akkor, hogyha a District 5-val kapcsolatos, az 5-ös körzettel. Mondj meg valamit, román. Családos ember vagy.
Mit érdekel az téged? Jaj, tudod. Csak gondoltam, hogy egy ilyen alázatos, őszinte, okos rendőrnek, mint te, biztos, hogy van otthon egy családja, aki hazavárja. Akik hazavárják. Igen, igen, van egy bombázó feleségem, de a fiam, ő az igazi büszkeségem és örömöm. 20 lesz idén. Vicces. Mindig egy sportautót kér tőlem, amit szeretne 50 ezerbe kerül, elhiszed? Na, hát igen, de egy ilyen alázatos civil szolga, mint én, soha nem engedhetné meg magának. Már csak lenne odakint valaki, aki valóra váltaná a fiam álmát. Vagy talán nem. Micsoda, tényleg 50 ezeret kérsz tőlem? Akkor lehet, hogy Jeff mégsem akkora seg, mint gondoltuk volna. Román a neve amúgy, tényleg. De mondjuk lehet, hogy római. Ez nem nagyon jó, mondja Tommy zava. Na, hát akkor hogy lesz? Adakozónak érzitek ma magatokat? Ahogy én látom, game over van nektek, közös ülés fejeknek. Biztos, hogy benne egy észrevettétek. De nem tudom, mi nem szarozunk. Ja, hogy bármi komoly történik, azt úgy tudjuk beállítani, mint hogyha csak baleset lett volna. És ezt pont te mondod. Román. Hogyha csak a pénzt akarod, akkor valaki másnál kell próbálkoznod. Ennek vagyis, hogy minden esetre muszáj, hogy elvigyél minket az ötös körzetbe. Ezt kikéri? Nem csak ez, hanem hogy Kasugának is a rendőrségi, hát tudod, record, tehát hogy amik jegyezve vannak róla, milyen bűntényeket követett el, stb. Azt is ki akarjuk tisztítatni veled. Tisztán akarjuk mosni a nevét, ez a lényeg. És vannak a rendőrsége néhány embert, vakverő hülyéket, akik az igazságért kockára teszik az életüket, és nem akarnak máshogy cselekedni. Ott maradjál! Lehet, hogy nincs jogom ezt mondani. Egy G-betűs szót, mint te. Látva, hogy jelvény van rajta. Hány nő kellettől? Azt mondtam, hogy maradjál ott! Vigyázzál, lehet, hogy megsérül valaki. Én nem tettem semmit, mégis. Lőttél egyet. Well, what are you waiting for? Mire vártok, mondja angolul román. Tomizawa, készen állsz? Mint a kérned kellett volna, mondja. Rohadék turisták azt hitték, hogy intéznek minket, tanítsuk meg nekik, mekkorát tévedtek. Érdekes, hogy itt most a társai az angolul kezdett beszélni. Tehát érthető. Valamilyen szinten. Lehet, román. Ez hogy történt? Ez hogy történt? Ez mi a szar volt? Nice. Kellene egy AOE támadás. Meg a swing. Ja, mehet. Not bad, egy-ketten elestek. És fél HP-n van a román. Micsoda dodge. Azt nyeli? Nice! Ott level 11-esek, csak mondom. Én level 21-es vagyok. Heat action! Pedig nyomtam három szöget, hey! Azt a mekkorát kapott!
Weapon-eteken? Nem akar neki esni a társának? Hát akkor menjünk Románra, hát akkor fejezzük be, persze. Romi zava szétveri a pofáját. És nem lehetne neki lökni az egyiket a másiknak? Dehogy nem, kettő ki van ütve. Már csak a menacing man maradt. Nem, már ő sem maradt. Azt a mindenit, hogy átment ott. Mi vagyunk Hawaii őrzői, karizmánk növekszik. $300 és egy level up. Nem, az a bonding level up, aha. Safe kulcsból kaptunk kettőt. És ilyen kis fragmenteket találtunk még. Összevertük, mint a büdös szart. Egy ilyen szart! Meghúztat kicsit a hátat, Tomizava, nem? Te kis! Az igen? Elment az eszed? Én mit csináltam? Lerobbantották a fejedet miattam. Ja, ó, ijesztő dolog az. Több mint ijesztő, te barom. Nem vagyok ilyen családtagod, sem barátod. Nem vagy? Azt hittem, most már legalább haverok vagyunk. Amúgy hogy néz ki? Aj, ne mondd már nekem, hogy... Micsoda? Van egy kopasz voltam? A golyó levitte kis darab hajat? Nem, nem, nekem jól néz ki. Vége kicsit megégett, mondjuk. Úgy tűnik, hogyha a hajat több golyót is látott volna már. Ez most valamilyen vicc? Nézd, ember. Micsoda? Ez a haj típus, ez valami egyedi rendelés, különleges haj stílus, amihez különleges gondoskodás kell. Kik ezek most komolyan? Mondja Tomizava. Nem csak, hogy a barakudák egyik ilyen kis bábja vagy, bábúja vagy. De még az, arra is használtad a pozíciódat, hogy felültes más embereket? Ugye nem tévedek? Nem. Tomizava és Kasugai két legújabb áldozatod? Igen. Mi van vele? De kurafé! Tomizava, hagyd ezt a haragot a barakudák számára. Most csak elpocsékolnád rá. Közösülés. Szóval most eltörled az összes bűntényt, amit rám akartál hárítani. Sokkal jobban élvezném a szigeteket, hogyha a zsaruk nem lihegnének a nyakamban. Vetted? Jaja, igen, mondja Román. Köszönöm szépen, rendőrtiszt úr. Még nem fejeztük be. Be kell, hogy jussunk az ötös körzetbe. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Ez nem tudom, milyen turista fickó, szóval nem az vagyok, aki körbevezeti a turistákat, azt mondja. Nem azért jöttünk, hogy átszadozzunk. Egy lányt keresünk, aki ott van benne. Figyelj, a kapun átjuttatlak, az könnyű. De nagy kockázat mindannyiunk számára, hogyha a barakudák főnöke megtudja. Azt mondod, hogy ő nagyobb fenyegetés, mint én vagyok? Ezt jól gondold át? Jó van, csak nyugodjunk meg inkább, jól van, mondja Román. Szóval holnap pontban délben találkozzunk a kapujuknál. Na, ez már. Jobb lesz így, mondja Kirill. Hawaii-ban. Micsoda, a publikus nem tudom milyen bűntény, az egy $1000-os... büntetés? Tessék. Sajnálom, hogy nem vásárolsz számodra, vagy nem vásárolsz belőle egy sportautót. Megcsináltad, Kirill?
Most már szabad ember vagyok. Végre nem kell mindig hátra tekintenem a vállam fölött. Úgy tűnik, hogy... You're off the hook. Hogy lekerültél a horogról. Köszönöm meg Tomizavának. Nem tudom, mit most mire gondolt ezzel, hogy off the hook. Gondolom most nem vihet el bennünket. És elég késő is van. Menjünk vissza éjszakára a hotelbe. Van egy ötletem. Ja nem, hogy igen, hogy én is ezt gondolom, mert hogy itt van egy helyi boss. Mert hogy elfáradtam, mondja közben Tomizawa. Szabad vagy, ja én is ezt gondolom, hogy elengedte őt. És most. Not bad. És begyulladt a csapat? De mitől? És hátulról most. Nem talált el rendesen hátulról Sawyer. És hogyha így veri, most veri. De ne, így nem esik rá, nem jól veri. Hoppá, Rain of Pain. Not bad, not bad, szép volt. Azok ott lángolnak. Ráég a műszál. Kapjuk azért, kapjuk. Francban nem tudtam jól védekezni. Szia Franks! Off the hook, az szabad vagy. Köszönöm, köszönöm. Én is erre gondoltam, mert hogyha a halat leveszik a horogról, akkor visszadobják, ugye? Tehát, hogy szabadon engedik. Tehát, hogy valami ilyesmit jelentett. Köszönöm szépen. Hogy vagy? Mi a helyzet? Back attack, mehet. Gyönyörű! Nézd, hogy kapják. Fight night! Mit csinált? Ezen megerősítette a támadásukat? Azt add meg. Aha, oké, akkor mehet. Nem is halna meg elégne, de szerencsére az megvan. Menjen a másik csicska. Így rálökjük, aha, az mehet. Sajnos nem sebződött, de oké. Rain of Pain. Megint elkap és levág a földre, és nem is sikerült kivédeni. Kapjuk azért, kapjuk, de nem vészes. Lökjük neki, ha neki tudjuk. Nem tudjuk neki lökni még mindig. Elégett. Jó, helyes, helyes. Az az égés, az nagy szerencse volt ott az elején. Akartam tolni ezt a játékot, de láttam, hogy hosszú. Hát az valóban, az tény, hogy hosszú. Mi is hetente kétszer ülünk levele játszani, de megéri. Megéri, mert annyi szórakozás van benne, meg annyi hülyeség, hogy... Nagyon-nagyon élvezetes. Amíg a földön van, addig üssük, azaz. Jön a Rain of Pain. Ez fáj. És nem tudtunk védekezni. Ez gyönyörű, 529-et ver oda. Hátba kellene verni, vagy proximity bónusszal. Próbáljunk egy bedbreaker-t. 259. Itt az idő, hogy újabb skillt használjunk. Gyenge a tűzre, mehet a tűz. Szép! Mekkora damage-ek peregnek. Szép, tökéletes védés volt. Mehet hátulról, vége van. Ott is van. Nagyon szép XP mennyiségek jöttek ebből. Egy szép kulcs, egy running shoes. És 80 dollár. Nézzük, hogy a running shoes-t rá lehetne adni valamelyikünkre. Hiszen ezért mégiscsak egy RPG játékról beszélünk. Jézusom, ezen egy női cipő van. Azt elfelejtettem, hogy női cipőt adtunk a szugára. Jó, egyébként nem panaszkodik. Minden rendben. Itt ez running shoes. Ez meg egy beach szandál. Ezt kicseréljük a running shoes-ra, és akkor jobban. Aha, jobb lesz a védelmi értéke. El is felejtettem, ja, hogy ez van rajta. Nézzük, milyen ládát őriztek. 6 kulcsom van, egy kulcs kell. Kinyissuk, nyitjuk. Azt mondta, hogy jött az é. Egy fighter's belt. És ez mire való vajon? Lefőtt a kávém. Rommá vertem, mindenkit rommá vertünk. Mindenkit, kivétel nélkül. Fighter's belt volt a neve? Hát ilyen kis, lila fecskéink is vannak. Max MP 20-szal növekszik. Aha. Hát ez maximum Kiryűnek lenne jó, mert neki kevesebb az MP emlékeim szerint. Viszont neki a max HP, max MP itt a Black Belt-en keresztül növekszik. Max HP neki annyira nem is kell, akkor inkább átadjuk rá ezt a Fighter's Belt-et.
Max HP 40 a Fighter's Binding-gal. Nem kell az neki. MP-ből legyen több, és akkor többet tud támadni. Ez, nem tudom, Iron Guard, hogy figyelsz-e. A Fist God ikaikája, ami a blunt attack-okat tápolja meg, azt mondja, hogy a God of Fist-nek a charmja, ez jó neki? Mert amúgy nem látjuk, hogy jó lenne neki. Nem tudjuk, mert ő barehanded, tehát hogy mégis a blunt attack, érted? Elméletileg a fejedben tudsz kapcsolatot létesíteni az öklök istenétől, és ez pont az öklével megy az enemy ellen. Tehát, hogy elméletileg jónak kellene lennie. A HP-nk is milyen. Ja, rá kéne kajálni még mielőtt lefekszünk a csapattal. Visszamegyünk a hotelbe. Itt ilyen piros arcok vannak, nem akarunk velük most éppen balhékozni. Felesleges volna. Ha lenne itt egy étterem, akkor bemehetnénk. De úgy látom, hogy itt erre nem is lehet tovább menni. Még mindig nincs ötletem, hogy merre megyünk, jó lenne nem elvándorolni ilyen random helyekre. Szerintem taxival megyünk akkor haza. Vagy megtehetjük azt is, hogy kijelöljük ezt a pontot, és akkor let's go. Néha egy kicsit nehézkes az indulás, de működik. Strandpapucs mindent visz. Miért a női topánk, ami rajtunk van, az jobb? Blunt, mert ökörrel. Igen, szerintem is, de nem írja a számok növekedését. Állj, ez mi? Állj. Ez szerintem izé lesz. Bad fortune, sajna. A másik oldalon is látok egyet. Ez remélem, hogy best fortune lesz. Bad fortune. Kap be. Na jó, menjünk. És ne ütessük el magunkat. Az a fickó az lazán átfutott a kocsin. Várjunk. Állj, kaszuga. Jó Isten. Hello. Új barátokat szerzünk és szaladunk. Aroha. Most már a szenvedély szintünk is növekszik. Brandon az új haverunk, mehetünk. A pucsot nem lehet-e fegyverként használni? Várjál. Amúgy nem. Ezeket megverjük Smackdown-ba. Kiszállnak a kocsiból, hogy meghalljanak. Bár nincs Smackdown. De van, oké. $32 ingyen volt az utcán, hát nyilván felveszed, hát nyilván nem hagyod ott. Nézd ki, hogy ez itt az a sáv, ahol én is haladhatok. Ja, valóban hosszú ez a játék, de megéri, mert nagyon szórakoztató, és olyan dolgok vannak benne, amiket meg a nézők nagyon szeretnek, szerintem. Randizás, randi szimulátor, hogy akkor hogyan töltsük ki a Tinder adatlapunkat, hogy minél jobb matching legyen a különböző nőkkel, meg hogy milyen típusú nőket szedünk fel, milyen szövegekkel, meg hogy milyen hülyeségeket nyom itt a főhősünk ehhez, meg ilyenek. Azok iszonyatosan jók szoktak lenni. Kettőt már megcsináltunk. Iron Guard eddig 170 órát rakott bele. Én nem sajnálom az időt rá, mert ez pont egy olyan játéksorozat, ami szerintem megérdemli, hogy az időt beletegye az ember nagyon-nagyon jó sztorival rendelkezik, és ez szerintem így a Variety Gamingen belül ez fontos, hogy jó sztorik legyenek, ugye, úgyhogy nekünk pont beleillik a repertoárba. Micsoda nap! Hétig tudnék aludni. Ja, én is ki vagyok teljesen, mondja Kasuga. Kiryu. Ennek ellenére jól néz ki. Gondolom te valahogy más. Máshogy épülsz fel, nem? Nem szükségesen. Csak keménynek mutatom magam. Hát akkor mi lenne, hogyha innánk egyet? Kicsit helyre rázzuk a szellemünket. Van jég bent a fagyóban. Poharak viszont. A báron. 3 darab gondolom a pultnál. Ott is van, hozom a poharakat. Szépen kiálltál magadért a Tomizawa. Mintha nem láttam volna még Scrappet előzőleg, az mit jelent? Egyik reggel Yamai-jal nyomultam, a következő nap pedig hát veletek osztozok egy tetőn. És éppen indulunk az ötös körzetbe. Az élet furcsa helyekre visz, ember. Hát bocs, hogy belehúztunk ebbe az egészbe. Rom, hogy elég sok ez.
Aj, nem ráncigáltatok is semmibe sem bele. Ideje, hogy összeszedjem magam. Férfiként viselkedjek emellett, megváltoztattátok az életemet. Azt mondanám inkább, hogy meg is mentettétek. Micsoda? Nem vagyok annyira elveszett, hogy elszaladnék azok után, amit tettetek értem. Írjatok csak kis izének, csicskának, veletek jövök. Kösz, haver. De biztos, hogy nem fogod megbánni? Hogy elvágod a szálakat. Közted és Yamai, kösz. Lehet, hogy inspiráltál erre, de a döntés az enyém volt. Őszintén szóval, a pénz miatt csatlakoztam hozzájuk. Amivel jöttem nekik, nem tudtam volna akkoriban visszafizetni. Emiatt pedig az életem nem igazán volt a sajátom. Elpocsékolt évek voltak. A jelenre kell, hogy koncentrálj. Soha nincs túl késő, hogy újra kezd. Gondolod? Jaja, totál. 18 évre be voltam zárva, és amikor kiítottam a börtönből, már a 40-es éveimbe jártam. Azóta pedig... Hogy is mondhatnám? Elég vad volt az utazás. Na mindegy, csak tarts ki, Tomi. Tuti jól leszel. Tominak hívtál? Jó. Igen, Tomi Zavar vagy, úgyhogy Tominak nevezünk. Itt a teszedbe, azért ne... Test. Tehát, hogy ne kapcsolódj annyira, ne... Hogy mondjam... Kötődj annyira hozzám, mondja. Miért? Szerintem jó áll neked. Hol áll az? Ne! Kiryu-sa! Nem így van, Kiryu. Hát igen, a becenévről nem tudok sokat mondani, de abban igazad van, hogy egy új kezdet az, hát egy olyat indíthatsz, vagy hogy mondjam. Bele kell adnod minden, amit van, ez a kulcsa. Ez mit jelent? Ez a God the better of us. Ez... Getting the better of valaki. Ez biztos, hogy egy kifejezés, azt majd meg kell nézni, hogy mit jelent. Milyen sziklákról beszél? Az valami piás hasonlat lesz? Nem tudom. Itt ez most két olyan kifejezés volt, két mondaton belül, amit nem értettem. Inkább ez az én sebességem. A jeget rocknak nevezik? De azért tud, hogy mindennek vége kell, hogy legyen egyszer. Mindig tudsz újra kezdeni, de nem tudod eltörölni azt, ami megtörtént már. Az életet egyetlen ecset húzással festik meg. Ezért kell, hogy minden egyes pillanat számítson. Kifogott rajtunk, tényleg, köszönöm, Cafa, tényleg azt jelenti, köszi, igen. Azt hittem, hogy ezt már magam is megtanultam, de még mindig sok áll előttem. Mármint, hogy sok mindent kell még elsajátítanom. Kiri? Valami történt? Igen, nektek tudnotok kell. Az a helyzet, hogy rákos vagyok. Azt mondták, hogy fél éven van. Ennyi van már csak hátra. Az komoly. És itt mentetnek velünk egyet, vagy elmentetik a helyzetet, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ez komoly cucc. Szóval a sorozat sztárja ebben a részben vélhetően meghal. Persze nem mondjátok el, tudjátok. Ez valamilyen radioaktív hulladék raktár létesítmény 2020-ban. Néz ki, valaki rosszul lesz, és
belevezeti a belehát. Ez 4 évvel korábban. Mi az Isten? Elaludtál. Erre ezt a futsz. Ez baj. Jó vagy, a maszkot! Ez pont kirű. Tűnjen onnan! Nem annyira régen, amikor bendolgoztam egy ilyen raktár létesítményben, a reaktorokból leszerelt, hát gondolom fűtőanyag, ugye, hulladékkal dolgoztunk, és szívrohama volt a targoncásnak, nem lehetett ezt így elkerülni. Fesd a többit, és húzzunk el innen! Szóval nem volt túl sok a drumsban. A drums, azt gondolom, akkor most ezek esetében a hordók. A lényeg az, hogy fertőzött, hát iszoknak nevezi, kosznak, de ez egyébként nem az, hanem nyilván a fűtőanyag. Régi volt a gépzet már. Viszont ugye ott voltak rajtunk a védőruhák. A lényeg az, hogy nem volt nagy kockázatú a meló. Elég alacsony kockázata volt annak, hogy ne legyen hirtelen nagy probléma belőle, ahogy legalábbis a hozzáértők mondták. Ennek fényében nem biztos, hogy ez okozta. A rák lehet, hogy bármiből kialakult. Ez érdekes, nem tudtam, hogy nem végig Yakuza-ként verte a világot Kiryu. Én azt hittem, hogy mivel hogy ő a Yakuza sorozat sztárja, most pont a végével ismerkedünk meg. Szóval így azt hittem, hogy végig verekedte az egész életét, tudod, a Yakuzák berkein belül, de ezek szerint nem erről van szó. Nyilván engem nem tud annyira megérinteni, mert nem játszottam végig a 7 játékot, vagy nem tudom hány részt, hogy nagyon hozzám nőjön a karaktere. De azért mégiscsak szomorú ez, hogy így alakul. Értem, mi a szart kerestél egy ilyen helyen? Mindenki közül pont te. Egyszerű. Vezekeltem azért, hogy az alvilágot hátrahagytam. Felesküdtem, hogy soha nem látom többé a napfényt majd. És így eltemette magát egy ilyen föld alatti raktárban. Csak így tudtam megvédeni azokat, akikkel törődöm. Meggyőződni róla, hogy nem keverednek soha bele. Probléma az, hogy elég limitáltá váltak a lehetőségeim elég gyorsan. És ezért döntöttél a nukleáris hulladék mellett. Igen. Jelentkeztem, amilyen gyorsan csak lehetett. A Daidoji frakció nagy segítségemre volt, ők jutattak be. És nem vagyok egyedül jelenleg. Mások is vannak, akik készen állnak arra, hogy ellássák ezt a feladatot, amit annyira, hát muszáj, kétségbe esettem, muszáj ellátni. Én csak csatlakozni akartam és hasznossá tenni magam. Ha nem tettem volna, biztos vagyok benne, hogy elrothattam volna. Csak erre tudtam gondolni. Tudjátok, nem volt alul edukált, minek mondanád ezt? Tehát, hogy nem volt úgy nagy tanítatása, nem járt iskolákba, meg ilyesmi. Akkor komolyan gondoltad? Fél év és ennyi? Tanulatlan alul képzett, igen, köszönöm. Hát, de nem akartam, hogy nagy dolgot csináljatok belőle. Hát, ennek ellenére gondoltam, megérdemlitek, hogy tudjátok.
De figyelj, én úgy látom, mintha jó formában lennél. Nem, mintha nem tudnám, hogy hogyan kell usolni egy kicsit magam, tehát így nyomni magam bele előre, vagy hogy mondjam. Viszont azért ma már meg kell választanom, mely harcokat vívom meg. Most már értem. Akane-san házánál próbáltad elkerülni a harcot Yamai-jal. Így van. Habár melletted úgy tűnök, mint hogyha mindig annak a szélén volnék, hogy bedobjak egy csapást, vagy most hogy érti ezt? Ez őrület. Kiryu Rákos. Akkor most már nem lóksz velünk. Azonnal menned kell a doktorhoz. Már voltam a dokinál. Azt mondja, hogy túl késő. Már túlságosan elterjedt. Nincs olyan műtét, ami ezt megoldaná. Vannak piruláim, amikkel fájdalmon csökkenthetek, de ennyi. Hát, hogy beteg vagy? Nem kellene oda kint lenned. Daidoji frakció miatt csinálod ezt az egészet, ők nyomnak bele, ugye? Majd én megtanítom őket. Erre hozzam, Kasuga, de hát évet. Az itt létem, meg ez az egész, ez az én döntésem volt. Vakon nem követek a Daidoji parancsokat. És ti sem ráncigáltatok ebbe az egészbe. Hát akkor miért? Ezt csak nem gondolom, hogy a nyugdíjazás az nekem a lapok között volna, úgyhogy talán megállhatnék, egy kicsit letelepedhetnék valahol, de inkább a maradék időmet munkába fektetem. Na és azt hogy csinálod? Szaladgálsz a Daidoji pórázához kötve. Ehelyett mi lenne, ha megállnál a valóság előli menekülésedben? Mi lenne, ha ezt abba hagynád? Menjek zuhanyozni. Amikor kijövök, akkor kőpapírolózunk, hogy kialszik a földön. Hát ezzel ennyi. És komolyan mondta, Kasuga. És te jól vagy. Ja. Tudom, hogy a csávó egy szuperhős, vagy valami ilyesmi, de hát az őrület, hát Rákos. Mint kijön a zuhanyzóból, próbáljuk rávenni, hogy menjen el újra a kórházba. Van itt egy elég nagy a városban. Nem, az haszontalan volna. Senki nem lenne elég az, hogy megállítsa most. Miért? Kiryu azt mondta, hogy mi, ugyanaz volt a szemében, mint Arakawa-sannak. Mondom, találkozunk, Kicsi mondja. Most már értem. Ugyanolyanok ő. Már elhatározta magát. Ez az előző részben lehetett. Hogy érted? Kicsoda? Nehéz ezt elmagyarázni. Na mindegy, hogyha Kiryu így akarja, akkor csak egy dolgot tehetünk. Gyorsan elintézzük ezt, amint lehetséges. Aztán elviszük a kórházba. Jól hangzik? Nem értelek én titeket, srácok, mondja Tomizawa. Csak gondolj arra, vagy gondold át, hogy mi történik, hogyha nem fogja túlélni.
Hát igen, ez most jó kérdés. Meg az is jó kérdés, hogy akkor mik lehetnek a motivációi? Miért pont velünk lóg? Oké, hogy Kasugát kisegítette a bajból, de mit akar még csinálni az élete hátrébb fél évében? Induljunk is, mondja. Nem. Még mindig mérges vagy? Nem, nem vagyok ideges, hogy ilyesmi. De azért elég váratlanul ért. Nem akartam, hogy aggódjatok, bocsánat. Gondolom, hogy ettől csak még jobban aggódtok. Jaja. Biztos vagyok benne, de Kiryu. Köszönjük, hogy elmondtad ezt nekünk. Ha nem tudtam volna, hogy valami történt veled, soha nem tudtam volna megbocsájtani saját magamnak. Őszintén mondva, elhajtanék mindent és azonnal vinnének a kórházba. Viszont tudom, hogy mennyire makacs tudsz lenni. Úgyhogy az én érdekemben támaszkodnál még ránk egy kicsit? Hogy érted, hogy rá tud támaszkodni? Nem fogok úgy bánni veled, mint hogyha a halálos ágyadon lennél. Mi is itt vagyunk, tudod? Fedezünk, meg megosztozunk a terheidben, és akkor nem kell túlságosan hajtanod magad. És mi is jobban fogjuk érezni magunkat. Nem így van, így van. Értem. Jó, rendben. Megpróbáljuk így akkor. A segítségetek sokat ér, sokat jelent Tomizawa és Kasuga. Megtesszük, amit tőlünk telik. Jaja. Boldogok vagyunk, hogy segíthetünk. Na szóval, mi lesz a terv? Jó kérdés, még mindig van egy kis időnk a találkozó előtt. És nem lehet megmondani, hogy mivel nézünk szembe, úgyhogy álljatok készen bármire. Van itt egy jó bolt a környéken? Mi lenne az Anaconda Shopping Center? A District 5-hoz közel is van. És eléggé megvan nekik mindenük. Aha. Jó, akkor ott feltápolunk előzőleg. Vagy azt megelőzően, hogy bemennénk. Kiryu kapcsolódása a csapathoz feltápolta a képességeit. Néha chain, tehát lánc támadásokat visz be a földre vitt ellenségeknek. Kasugának is ugyanez a helyzete. Ó, szóval a level 20 bond esetében, hogyha a földön van az enemy, akkor szétvered a pofáját. Néha. Aha, várjál, itt van egy ATM, mennyi pénzünk van? Nézzünk ide bele. $1000 van nálam és 3000 van bent. Jó, az $1000 rendben lesz. Kik jönnek itt? Hello! Itt meg mire készültök? És izé, titkos klubotok van vagy valami? Ez a, annak a klubnak a... érdekes, hogy itt találkozunk. Nem, semmi titkos, csak hogy Tomizawa csatlakozott hozzánk nemrégiben, gondoltuk, hogy körbevezethetne minket a városban. Ó. Most ittam, köszönöm. Oké, szóval megyünk az Anaconda Shopping Centerbe. Meglátjuk, mit találunk ott. Ez a bartender, ez a pultos, ez abban a bárban van, ahol karaokeztunk még sok résszel ezelőtt. Na figyelj, bókásnak hangzik, de azért még mindig egy ilyen publikus shopping, tehát ilyen vásárló központ, vásárközpont, nem tudom, minek nevezzem. Bevásárló központnak. Nem igazán olyan hely, ahol brandishing, mit jelent brandishálni egy betet? Tehát nem az a hely, ahol bármilyen harcra való eszközt fel lehetne tápolni, erre gondol? Oké. Ja, hogy ezt a betet, igen, igen. Ja, mi a szart csinálsz? Ja, bocsánat. Hát annyira hozzám nőtt, most már egy szokásom ezt így hordani magammal. Oké, akármit is akartok csinálni, ahhoz nekem nincsen közöm, mégis, hogyha egy kicsit gatyába akarjátok rázni magatokat, van egy nagyon jó bolt, amit tudok ajánlani nektek. Miféle boltot? Garázs, Julie Gearworks, ez a neve a Hula Avenue-n. Az egész városban nem találsz jobb
Mechanik, az micsoda? Az valami műszerész, vagy ilyesmi? Elviszed neki a király cuccokat, ő meg össze rakja őket. Tök mindegy, hogy milyen a meló. Ragyogni fog a végeredmény. Majd meglátjátok, hogy a botod, a béboz ütőd szikrákat fog szórni. Talán jobb lesz, mint bármikor. Szerelő? Ja, olyasmi. Ja, nem hülyéskedsz. Ez nagyszerűen hangzik. Oké, még egy dolog. Tehát úgy van átszázva, mint hogyha egy ilyen autó műhely lenne. Autójavító műhely. Általában más üzletben nem bonyolódnak. De mondjátok meg, hogy... Szóval, hogy én küldtelek? Arigatou. Nem ez gáz. Oké, kösz, hogy szóltál. Na, nem lenne gáz, hogyha a garázsban mennénk először? Nem, oké. Better safe than sorry. De azért vigyázzatok, jól van? Mondja közben a pultos utánunk. Better safe than sorry. Jobb biztosra menni, mint később megbánni. Ezt hogy fordítanátok le magyarra? Melyik az a mondásunk, ami a better safe than sorry-ra ráillene? Van egy level up-om, nagy királyság. Lehet, hogy kajálni is fogunk a srácokkal amúgy. De most úgy látom, hogy mindenki gatyába rázta magát a pihenésnek köszönhetően éjszaka. Egy kis pénzt még felveszünk, mielőtt bemennénk oda a garázsba. Szevasz, Giver! Jelentem, leszállt a izé a holdra. Kacsintás. Én megtaláltam egy lila fecskét, mit szólsz ehhez? Mi a szar szállt le a holdra? Vagy ez valami... Vagy miről beszél? Valaki tudja? Szia, Sharumun! Jó estét, hogy vagy? Oh, good fortune. 40 per 50 fortune collector. Ott van valami, opa, bocsánat, valakinek a szép autója. Ezen az utcán végigverek minden. Ugye én most tegnap olvastam ki a 2001 űr-odüsszeiát, és most úgy vagyok vele, hogy meg kell néznem a filmet, mert a következő könyv az a... Nem tudom, nem elveszett fejezetek a címe, hanem valami olyasmi, amit végül is így elmagyarázzák a keletkezési körülményeket, meg a folytatásaként egy-két dolgot, meg ilyen kiegészítés, meg a filmről is szól egy kicsit, meg ilyesmi. Kíváncsi leszek, mielőtt még a második részre rátérnének. Valami szonda? Hát figyelj! Én nem állok el a dologtól, úgy vagyok vele, hogy... Úgy vagyok vele, hogy hülyeség lenne valószínűleg bárkinek nemet mondani, de hogyha arról van szó... Aha, ez az a garázs. Mit akarsz? Honnan jött ez a hang? Itt vagyok, mondja a titokzatos hang. Első kereskedelmi holcond alandolt van. Vásárló! Mi a gáz az autóval? Figyelj, igazából egy bébózról van szó. Egy ütőről? Hát ez a te problémád, az nem autó. Igen, azt vágom, de... Konzultáció ingyenes. Várj, a Divolnak a pultosa küldött minket. Azt mondta, hogy te vagy az egyedülállóan király. Szerelő. Hát ez a csaj a szívek szerelője, ne viccelj már. Jaj, miért nem ezzel kezdted? Pocsékoljuk itt az időt. Mi, akkor jó helyre jöttem? Hát, hogyha a pultos küldett, akkor igen. Sokféle nem járművekhez köthető karbantartási szolgáltatást tudunk ajánlani. Julie vagyok, azt mondja. Oké. Okay. Better bet. Én meg Ichiban Kasuga. Örülök, hogy találkozunk. Oké, okay, szóval megnézhetném a B-Boss-t. Persze, kérlek. Wow. Egy férfi a te korodban?
még egy ilyen koponya lékelővel járkál. Hát ez elég old school. Meg elég ciki is tulajdonképpen. Köszi. Akkor tudsz segíteni? Fegyvereket szoktam, kardokat moddolni. Gyerekjáték ehhez mérten egy bébózütő. Hát oké, akkor kezdjünk is hozzá. Aha, szóval vannak a matériák. Kaptunk electric fragmentet 5 darabot. Craft a weapon. Bizonyos fegyvereket lehet upgrade-elni erőteljesebb formába, különleges attribútumokkal, hogy pénzt és matériát ölsz bele. A legtöbb fegyver alapként szolgál ezen átalakulásokhoz, aha, amiket megvásárolsz ugye a boltokban. Bármilyen fegyver, aminek nincs peckó damage típusa vagy attribútuma, rendelkezik a potenciállal, hogy erősebbé váljon a craftingon keresztül. Hogyha szereztél egyet, próbáld elvinni Julie-hez. Többféle formában jöhetnek a feltápoló erőforrások, alapanyagok, lávakövek, elektronikus kövek, szivárványkövek, jégkövek, meg ilyesmik. Aha, és akkor én most hero vagyok, ugye? És a hero, heroes bet, beszarsz. De ennek kicsi a damage-e, 26-tal lentebb lenne. A mi? Ne szórakozz velem! 53-mal megnő a wave pedal damage? És ezt tudom használni? $2500? Nem tudom használni. De van $2500, mit hülyéskedek? Hát ott van a izében eltéve. Ja, de nincsen ice geódám. Metal bet, az van. A rainbow fragmentből van nálam. És akkor ez véreztetne? Oké. Konfirmálni szeretnék. Ja, hogy most megcsináltatja velem ezt mindenképpen ingyenesen? Oké, csináljuk. És aztán őket nézi. És suttog a fegyverhez. Yes. Jó, oké, megint szerelmesek vagyunk. Nézd, milyen szép! Szett szar! Nem is ugyanaz az ütő már többé. Hát figyelj! Kicsit meguntam a közepén a dolgoknak, úgyhogy felimpeltem. Most már sokkal halálosabb lesz. Na, jó lesz így? Ja, az bizonyos, hogy jó lesz. Sokkal könnyebb is egyébként viselni. Erősebbnek is érzem magam, csak az alapján, hogy a kezemben van. De aztán csoda tévő vagy. Nem csoda, hogy azt mondta a pultos, hogy te vagy a legjobb, akit ismer. Á, semmi különös. Na, mit mondtál? Ja, nem halltál semmit. Van egy kis problémás vásárló. Segítek valaki másnak jelenleg. De a kiárat szívesen segít neked. Ne tegyél itt próbára, vagy valami ilyesmi. Ne túráztass engem, nem megyek sehová, amíg nem szolgálsz ki. Ahogy mondtam már neked, csak járműveken dolgozunk, gyere, amikor olajcserére van szükség. Jó, ez elég a baromság volt. Mindenki tudja, hogy ez egy fegyver volt. Úgyhogy ne szarakodjál velem. Hát, hogyha ez az a hely is lenne, aminek gondolod. Fenntartom a jogot arra, hogy visszautasítsam, hogy olyat szolgáljak ki. Tehát, hogy azt szolgáljam ki, akit én akarok kiszolgálni, úgyhogy most tűnjen. Oké, így akarsz játszani? Szolgálj ki, lány! Jó van, le kell nyugodj! Mi a fene? És te meg ki vagy? Én is csak egy vásárló vagyok. Az alternátoromat cseréli ki. Nyugodj meg, biztos vagyok benne, hogy hamarosan veled is foglalkozik majd. Egy közösülő turista. Nincs ötleted, hogy hol vagy, mi? Mi lenne, hogyha téged lőnének akkor le? És akkor nem kellene a sor elejére állnom. Ja, igen, ez jobban hangzik. Próbáljuk kimondja. Halott ember vagy! Aha. Most a fegyver más a kezemben. Meg ne üssem annyira, hogy meghal. Jó, helyes. Én most gárdolok egyet. És mehet ez a fajta fegyver.
Oda nézd, gyönyörű! Úgy néz ki, hogy elektromossággal ruháztuk fel azt a fegyvert. Elég menci dolog. Milyen erős vagy! Jaj, mostantól kezdve te nem léphetsz be ide, értetted? Igen, igen, értettem. Többé nem láttok, bocsi, mondta a fickó, és azzal elszeled. Mondtál, jámácska! Aj, néha megtörténik ez. Szóval az emberek ugye pusmognak, aztán mindenféle fickó jön, aki keresi a bajt, az meg is találja. Általában probléma nélkül elzavarom őket. De kösz, hogy vállaltad helyettem a golyót. Mondjuk így. Igen, te képességeiddel. Nagyon sok fickó lehet érdekelt abban, hogy ide jöjjön. Igen, de az én szabályom az, hogy csak azok jöhetnek be, akiket a pultos is jóvá hagy. Hosszú történetek van már vele? Nem annyira hosszú, de sok minden történt. Ő lebérlem ezt a helyet tulajdonképpen. Úgyhogy igazából ő a főnök. Mi komolyan? Akkor többje is van, mint a Revolver, ugye? Na mindegy, hogyha ez még nem tiszta. Diszkréten kell kezelni ezeket az ügyeket, rendben? Hogyha ő megbízik bennetek, akkor nekem is meg kellene. Jól vagyunk, oké? Okay? Minden oké, okay, öregember. Jaj, persze, persze. Jöhetek máskor is? Persze. Hasznos voltál ma, segítek neked. Az egyetlen egy dolog, hogy legközelebb viszont fizetnetek kell majd, és elhozni a saját matériátokat. Hogyha az rendben van, akkor gyertek bármikor. Ja, és a másik dolog, az Anaconda Centerben ott dolgozik egy kollégám. Tudatom velük, hogy oda is bemehettek. Aha. El kell költeni a pénzt és a matériákat Jury Gearworks-ében új fegyverekre upgrade-elni, customizálni, érthető. Nézd be oda bármikor, hogy jó állapotban legyenek a felszereléseitek. Ahogy pénzölet a shopot, a rang is növekedni fog, új fegyverek lesznek a választék között. Jó. A telefon crafting applikációjában kell megnézni, hogy mi az elérhető, és utána el kell menni a garázsba személyesen, hogy véghez vigye a munkálatokat. Nagyon szépen köszönjük. Julie-chan. Julie-chan? Bocs, ez a szokásom. Furcsa hangzik. Nem, gondolom ez japán dolog lesz. Csak sosem mondták még így a nevem. De azért cuki. Igen, hát akkor... Szólj, hogyha furcsa. Ne aggódj, minden rendben. Király, akkor Julie-chan vagy mostantól. Vicces fickó vagy, meglepsz. Na, jól van, és akkor itt van a bartender. Annak van egyébként neve? Vagy csak bartenderként működik a játékban? Hirasai! Jó nap, akát, Hirasai! Vagy valami ilyesmit mondod. Craft weapon? Weapon upgrades and brands? Itt vasakat kell használni, fémeket arra, meg a pénzt, hogy kimaxolja egy fegyvert plusz 51 szintig? Bármiféle fegyvert lehet upgrade-elni, hogy egy 6 csillagos fegyver szintjét elérje? És az upgrade értékek, amikor egy fegyvert, hogy van? Tehát, hogy a fejlesztések átmennek a következő fegyverre. És hogyha bizonyos szintekre upgrade-elsz, kinyitsz egy brand slotot, és ezzel különleges képességekkel látod el a fegyvereket. Mit csinálsz? Kebi, detektív, homeless guy, aquanaut, pyrodancer, action star, desperado, samurai, geodancer, housekeeper, kunoichi. Ezek most csak a kasszugának a munkái? És akkor itt most ez azt jelenti, hogy tudok átállni egy másik fajta munkába? Ezt szórakozz velem. Tehát, hogyha a hírót választod, nem és nem. Oké, rendben. Tehát akkor meg kell, hogy maradjak ennél, ugye? Tranquility Bed. Itt ezeket most craftelem, tehát ezeket hozom létre. Na de ilyenem már van. Metal Bed, 3 csillagosom van már. És hogyha az... Nem. A crafting az itt van. Ez bonyolult, várjál. Flaming Lumber.
Barbed Wire Bat. Na ezt kellene megcsinálnunk, ugye? És akkor innentől véreztetnénk, és nagyobb lenne a damagénk. Ez 250 dollárba kerül. Ezek a jobok, amik elérhetők a játékban, de még nincs váltási lehetőség. Oké, rendben. Ez viszont az enyém lehet. Úgyhogy hadd szóljon. Barbed Wire Bat, így van. Big spender vagyok. 3000 dollárt elköltöttünk. De a fegyver csak 250. Wow! Oda nézzenek! 42-38, 58-53. És lehet, hogy véreztetnek a csapásaink. A facility rankunk az megnövekedett. Lightning Impact? Ilyet is lehetne, hogy lecsökkentjük az elektronikus ellenállását az enemynek, és a Bolt of Lightning-gal verünk oda. Ez így jó lesz nekem, köszönöm. Most, hogyha ezt szeretném upgrade-elni a hero-nak a Barbed Wire Bat-jét, ahhoz kell rebrandelni. Ez a level 10-nél jön elő. Akkor most erősítenem kell a Strength Sun-en keresztül. Az Iron Fragmentből van nálam 200 darab. És akkor... ha nyomnék bele mondjuk így 50-et, és még az Iron Chunkból is néhányat, akkor elérnénk a 11-es szintre, és ezzel istentelen mód feltápolnánk. Vegyünk innen lentebb 40-ig, ott vigyük fel így 10-esre, 180 dollár, és erre azt mondom, hogy Perform Upgrade plusz 10-es fegyver. Nagyon király, most még nagyobbat fogod verni. És a brand is úgy látom, hogy megérkezik. Tehát most arra megyek, hogy branding, és az empty-re lehet berakni 5 dollárért. Fire attack tápolás, ice attack. Így nagyobb eséllyel fog véreztetni. Aha, szerintem a nagyobb esélyű véreztetés az jó. Paralízis, fear, rage, crit. Ó, 5% crit chance. Nagyon erősen elgondolkodható az 5% crit chance. Mert amúgy is fog véreztetni, az már rajta van, de a crit. Olyanunk nincs. Ez egy. Ezek szerint Kiryűnek nem tudok semmit sem adni, ugye? Van olyan is, hogy beváltatod a matériákat? Hogyha nincs szükség rá. Érthető. Nem akarunk becserélni semmit, köszönöm. Hogyha craftelni szeretnék a Kebbi számára. Iceberg Crusher. Wow, 2500 dollár geoda, hogyha lenne. Wheel Wrench, az kellene hozzá. Azt az a baj, hogy már eladtam szerintem. Mi az, amin van? Kebbi. Cheating Candy, hát ez van nálam, persze. Vagy lehetne ilyen cooling wrench sem, ami csökkenti a jégrezisztet. A cheating handet lehetne erősíteni. Lecsökkenti a akaraterőt. Leveheti a buffokat az enemiről. Jó, és hogyha erre azt mondom, hogy rakjuk fel 10-esre. 40. Így. 180 dollár mehet. Hajimeru yo. Hajimeria. És akkor most kellene egy brand, ugye? Jó, ez willpower, meg buffs. Ide nem kritet teszek be. Ez most a sikerességi rátája annak, hogy bleedet teszel be, meg electric attacks, damage-el, meg ilyesmi. Sajnos ennek alapvetően nincs ilyenje. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak a kritet kellene beletolnom. Vagy ilyenkor tudok-e olyat csinálni, hogy ezek ilyenkor ráadják azt, hogy tud égetni, vagy bleedelni, vagy hideget, vagy paralízist, félelmet, dühöt. Tehát ezeket hozzáadja? Ez az aztán ütős fegyver jól zúz majd. Reméljük. Ez valamilyen kis markolójáték gyerekeknek. Nem tudom, hogy ez hozzáadja-e, vagy csak növeli az esélyt, de hogyha az esély 0%, akkor azt az esélyt nem tud tovább növelni egy szorzóval. 0 x az 0. Matematikából meg lehet tanulni.
Jó, hogy ilyen sok materiát vásároltunk, vagy szedtünk össze a játékban. Oké, hogy 10-es szintű. Maximum a crit chance lenne még 5 dollárért, aminek itt értelme lenne. Jó, és akkor sajna csak nekik lehetett ugye fegyvert csinálni. Viszont tovább is emelhetném a fegyverek szintjét, és amit elköltök, az elméletileg a későbbi fegyverekbe át fog menni, ugye? Szerintem igen. És ezt akkor érdemes is volna megcsinálni. A Heroes Bedbe is persze lehetne tápolni. Szerintem tápoljuk még. És mennyit lehetne beletenni? Oda nézz. Plusz 20-as szint. 30-nál nyílik ki az újabb. Pont meg lesz a 30? Ne csináld, hogy pont nincs meg. Nagyon kevés hiányzik. 588 dollár kell ehhez. Na jó, de hát azért ez igencsak istentelen nagy upgrade volna 25-ösre feltolni. Figyelj, 30-al növekednének meg az értékei. Tehát ezzel bárki szembe jön szétvered a pofáját. Csak azt nem tudjuk, hogy Kiryűnek nem lehet valami tápolást bevinni akkor, mert ő lesz a leggyengébb láncem így a csapatban. Ezt megcsinálom azért. Ott is van 99. Major Enhancer lettem. A Facility rankunk megnövekszik. Azt csak hiszed? Kösz mindenért. Most csak ennyit tudok csinálni. Micsoda? You should let me make one of your weapons too. Tehát, hogy... De hát eddig is a fegyvereket csináltam, most hogy érti, hogy... Na mindegy, mindegy, a lényeg az megvan. Szarrá tápoltuk magunkat. Jó. Mehetünk is a shopping centerbe. Jaja, csak ki kéne venni szerintem majd pénzt innen. Nézzük meg, hogy jó fegyver van a kezemben, mert lehet, hogy közben berakta a másikat. Kicsiban Kasugának a Heroes Bat van a kezében, pedig a masszív masszázs machine sem lett volna szar. Ez a 25-ös barbed wire, ez jó lesz, így, igen. Amúgy pedig lehetne gearből. Kicsiban Kasuga, várjál. XP az kell, a money from battle. Van olyanunk, ami a vérzést tápolja, ugye? Nem, olyan valamit leveszi. Tuti vagyok benne, hogy van valamilyen cucc, amit össze lehet venni, tehát ilyen kihívásokból össze lehet szerezni. Várjál. És most hova megyünk? Most oda lemegyünk, ahol még soha nem jártunk a bevásárlóközpontba. Ott lehet, nem lehet kivenni pénzt, ugye? Melléküldés lesz. Na jó, még mielőtt bemennénk oda, nézzük már meg ezt a melléküldét. Meg bárkit, aki szembe jön, nézzük meg, hogy mekkorát verünk oda. Hát itt sajna csak olyanok vannak, akik nem igazán érdemlik meg, hogy szembenézek velük, de muszáj. Háromszor tettük erősebbé a fegyverünket, csak mondom, tehát hogy... Na, ezek mit akarnak itt? Segítsünk ennek a szerencsétlennek. Kettő megvan. Most. Odaugrott a majom. Jaj, de ki is ugrott onnan. Most már ez is együttésben. Jó, de még level 10-eseket verünk. Na nézd, két csapás volt. Gyönyörű. Közel volt, oké, okay, Iron Chunk. Az Iron Chunk jó, Edward mostantól nagy haverunk, az intellektusunk pedig megnövekszik. OP-k vagyunk, mint a büdös szar. Nagyon csúnyán OP-k vagyunk. Majdnem elütött, majdnem elütött. Azt hittem, hogy el is fog. Jön a pakát. Szóval a fegyver upgrade-ek között munkáknál nem jelent meg ez a nem tudom minek a sárkánya, ami munkája van Kiryűnek. Tehát hogyha esetleg lehet majd neki melót váltani, akkor minden bizonnyal lehetne neki is fegyver használatra rámenni.
Jól gondolkozom, Iron Guard, vagy ő mindig az öklével fog jönni majd. Lehet, hogy boxer lesz a kezén. Kicsit lejjebb halkítottam a játszást. Szóval azért verdessük ezeket meg, mert kelleni fog a bevásárló központból a pénz szerintem. És most költöttünk el rohadt sok zsetont, úgyhogy lehet, hogy nem baj, hogyha ezeket összeverem. De ezek érdekesek. Oda néz, egyszerre mozognak. A jobb határozza meg a fegyvert, így van. És akkor most mivel én vagyok a sárkánya, nem tudom minek, ezért nem igazán. Nem igazán van lehetőségünk itt váltani, tehát hogy érthető. Most akadt ki a szemben a Facebookon 15 éves át sminket, nőket oktatott őket a sminkre. Na jó, hát most istenem, hát mindenki amihez ért, ugye? Vannak természetes módszerek az ordugulásra egyébként, Alexia. Azt hiszem valahogy úgy kell, hogy befogad az orrod, és tehát, hogy tehát ilyen levegő vételi technika, mert egy idő után ugye az is problematikus, hogyha a szádon veszed a levegőt és kevesebb oxigénhez jutsz ezáltal, és az orrod is csak szarabul lesz a végére, meg minden, szóval vannak erre ilyen tök jól kitalált technikák. Vannak a YouTube-on videók róla, amik oktatnak, hogy hogyan is kell a levegőt venni, valamint, hogy hogyan lehet természetes módszerrel kidugítani az orrot. Mondom, tehát be kell fogni, és akkor rá kell fújni, és akkor valami ilyesmi, ezek segíteni szoktak. De ezt ne én mondjam el, mert a helyes technika az le van írva ezekben. El van magyarázva, be van mutatva. Gondot is tudsz okozni, úgyhogy ezért jobb, hogyha megnézed, hogyha ilyenre adnád a fejed. Én mindenképpen tudom ajánlani. Nekem bevált sokszor. Ahova most megyünk, itt van egy tomizavás beszélgetésünk. Gyertek! Az nem volt szarütés, oké. Hát ez eléggé semmi volt. Tomizavát tőtte, jobbat is tudsz azért. Egyiket verjük hülyére. Innen az, és akkor az ráesik. Így. Oké, az ott vérzik, nagyon király. Mivel hármasával ütünk, ezért a vérzés jobban bejön, a crit chance az jobban jön így. Wipe out! Jó guarding volt, 22-es szintűek amúgy. Nicely done. Tomizama támad! Nice! $50, level up és jump level up. Gyönyörű. Egy csomó XP, egy csomó extra stat. Sebes a sok fújás miatt. Én mindenképpen megnézném, mondom, nekem segített sokszor. Allergia idején. Most arról beszél, hogy tudna ő is csinálni ilyen nyugágyakat? Nemféle alapcuccot csinál? Polcokat, meg asztalokat? Sem gondoltam volna, hogy ilyen ügyes vagy a kezeiddel. Tudnál egy mackó szobrot fából faragni? Már felvetetted az ötletet. Hogyha csinálsz egy ilyen mackót, akkor kirakom valahová, hogy mindenki is lássa. Érdekes. Level up volt itt a bond köztünk. Ez egy... Aha, az idejött a hobbin. Aha, munka, gyerekkori emlékek. Hamarosan egészen jól állunk itt a bingóval már. Á, dinnyék. Hagyjál már, nem vagyok seggfej. Igazából lyukat mondok. Én meg csak a dinnyéket szeretném minden leszedni a fáról. A dinnyét a fáról. Ti is szoktatok itt születelni? Nézd, mennyi dinnyel. Meg ezeket a... utcokat felvenni innen. Istentelen jó játék ez. Imádom. Veszettül lehet imádni ezt a gémet. Gyönyörű az egész. Hangulatos, szórakoztató, örgős, gondolkodásra késztet. Minden megvan benne, ami kell. Tökéletes játék. Tökéletes. Nézők számára. Csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Most hogy akartok ott felállni? Legyen így. Micsoda, a Kasuga becsatlakozott. Érdekes. De hát miért? Dög neki egy picit.
szépet ütött rá, nem mondom, és amíg a földön van. 268, és elkezd vérezni. De nem vérzik el. Perfect guard, de aztán segre estem. Jaj, tényleg a bond miatt. Tehát, hogyha valaki földre kerül, akkor a másik rászalad. Van egy level up Tommy Zavánnál, nagyon jó. A 22-esekből már azért számottevő XP is jön, viszont input is kell a harcokhoz, nem automatán történik. Hello! Azért jöttem ide, mert itt van valami ficsúr, akit ki kéne verni innen a partról. De most meghalsz. I'm gonna crush you! Ha jól összezúzlak, mondja a stress tester. Dehogy zúzol, majom gyerek. Ott van egy vérzés. Oda neki azaz, nagyon jó. Nagyon jó. Másik kár, hogy nem vérzik be tőle, nem? Kirű támad. Rálép. Igen, profusely vérezni. Ez erős támadás volt, rohadt neki. Ja, mert hogy ő a boss, ugye? Na ne szórakozzál velem, Tommy Zava nagyon rosszul van. Critical hit rate increase. Kasuga fázik jelenleg. Proximity bónusz, rálökés. Az úgy jó volt, meglehetősen jól sikerült. Viszont kell egyet healelnünk, úgy látom. Lehet, hogy healelhettem volna a csapatra. Items. 260 HP Tommy Zavára menjen. Kellene egy támadás, amire gyengék. Erre gyenge. Ó, menjen, menjen, üssük ki. Legyünk biztosak a dologban. Jó volt, oké, egy megvan. Viszont most megint jön a balhés forma. Felpumpálja magát. Oké, abból még baj lehet szerintem. Táncol a barátainak. És felhíleli őket a mocskos. Ezért most szétverem. Ezért most nagyon meg fogom verni. Hátba verjük, nyomjuk. Gyönyörű, haver. De most melyik a boss? Ez fájt, ez nagyon fájt, Kasuga nagyon szarul van. Ezek lehet, hogy kifognak rajtam. Álljunk meg. Items, olyan item kell, ami visszatölti az egész csapat HP-ját. Craftoltam már olyanokat. 400 HP mindenkinek a csapatban. Jöjjön, most kelleni fog. Kasuga hirtelen jobban érzi magát. Itt az idő, hogy skillt használjon. Meg a swinget. Nem. Badbreaker. Oda. Mi erre? A bossra. Zoli is ezt kéri, úgyhogy hadd szóljon. Ez nagyon szép volt és vérzik is. Wipeout. Gyönyörű. De Noelani lesz a boss. Akkor ez most melyik? Mit csinál? Körülösen vérzik. Ó, most ment le a HP-ja. Kasugát alkohollal locsolja le. Őt fogjuk széjjel verni. Neki a falnak. Jó, most elvertük a boss-t, már csak a két csicskása van, ha jól látom. Boss-tam következik. Ez sajnos erős volt. Kasuga stun-ba került. Most mehet. Egy, kettő. Nice. Kirű azonnal rámegy, hogy fejbe rúgta a gyereket. Megőrülsz. Ott van egy stun. És a hideg folyamatosan sebez. Felpumpálja magát, de már feleslegesen csinálja. Stressz tester volt a boss. Elképzelhető. Kasuga, szedd össze magad. Ne szórakozz velem, hogy káózott. Az utolsó szar. $55 vett el tőlem. Még egyszer.
kajakkáhozott. Na jó, akkor bevetjük a az itemeket, meg a skilleket, itt az idő. Battery shockkal kezdünk. Melyikkel kezdjük? Bogus Barney-val? Menjen! Úgy is van, egy megvan. Ezért kell kenni őket. Nem tudok, hogy jókat? Aj, hát az nem olyan egyszerű. Kenném én, tudod csak. Aha, proximity bónusz, gondoljuk át. Két kisebb csapás. Szerintem az úszógum is a csicska, nem? Bár a stressz teszter nézett ki az igazi bossnak. Lehet, hogy tag teamelek? Tag teamelek egyet, menjem. Nice, nice. Egyel is esett. Kiryu és a csapattársai támadása megnő. Istenem, mekkora... Ajne, Kasugának hidege van már megint. Ez hátra löki és rányomja, ugye? Mert... Ez a kettő kapja. Mit csinál? Beszív minden levegőt, amit csak tud. Rainbow Rondo. Ez táncba kezd a barátainak. Szia J-Drag, hogy vagy, mi a helyzet? Mehet. Nice. Most Howard lesz a boss, úgy látom. Kicsit még rárugunk biztos, amit tuti. Viszont kell, hogy visszatöltsünk a csapattársainknak a kevés HP-t. 260-at nyomunk szerintem oda. Nehogy megint úgy járjunk, mint az előbb. Köszi! Mi lenne, hogyha nyomnék egy... Kritikál hitrét feltápolást a csapat számára? Ha itt állok, akkor mindenki kapja. Jó, ez nagyon jó. Airburst következik, ez baj. Jó volt a Perfect Guard. Viszont Kiryu nagyon szarul van. Jön a pia. Kiryu ki van ütve. A rohadt minden itt neki. Ez visszafújja a beachból. Verjük meg ezt itt hátul. Jobb lett volna, hogyha használtam volna valamit. Itt úgy látom, hogy vissza kell, hogy pakoljuk magunkat. Ajaj, 260 HP saját magunknak. Elmisszelte, gyönyörű. Bubbly shower, bubbly. Ettől nekem... Aha, Tomi Zavának is idege lesz. Nem baj, battery shockot bírja, azt szereti. Pusztulj ki, majom! És itt maradt a stress tester, miközben... Kasuga stunolva van. Kiryu meg a földön fekszik. Battery shock? Hátulról? Nem, arra nem gyenge. Mindegy, nyomjuk. Keveset sebez rá. Kevés. A gumbi biztos földel. Airburst. Azonnal healelnem kell. De stunban vagyok. Oké, magasabb szintűek, mint mi, ne felejtsük el. Stunt muszáj kihílelnem. Hát, hogy Tomi Zavát választja, nem? Jó, de még mindig stunban vagy. Kijöttél, nagyon-nagyon király. Oké, kijöttünk a stunból, nyomunk egy skillt, a Bad Breaker-t. Szépet kap, nagyon jó. Felpumpolja magát, szív, mint az állat. Ilyet csak felnőtt filmeken láttam eddig. Nézzük, melyikre gyenge. Scrub down? Nem, azt nem lehet. Nem, ez sem lehet. Jawbreaker esetleg? Ez használhat valamit? 144, nem annyira vész. Jó, és akkor menjen egy Bad Breaker? Nem. Híleljük fel a csapatunkat itt állva. Heroes healing, az jó lesz. Ez az. Jön az Airburst. Perfect Guard, nagyon király. Jawbreaker. Elszáll. Visszafújja a labdáját.
Aranylabdás majom. Skills. Bedbreaker még befelé mehet. Hátulról kellene bevinni, de nem tudjuk sajna. Sokat számítani, hogy hitetlen a kirívi is, de már mindegy. Perfect guard, oké. Okay. Amizem a stunolva van, pedig pont vele akarok healelni a francba. Akkor magamat healelem, nincs mese. Szívjad, majom, szívd ki! Amizava nem csinál semmit, de igen. Mert a Jawbreaker hátulról. Proximity bónusz most nincs. Viszont hátba vertük talán, az jó lehet. Jön az Airburst. Jó volt, oké. Okay. Rasszuga evasion-je növekszik. És most lehet. Meg is van! $336, hát 270-et kaptunk összességében. Sok XP-vel, és a job rank is megnövekedett. Fairy Lay! Kaptunk egy itemet, ott van a rank up közben. Dojima sárkánya, ott is ott van, oké. Okay. Nézzük, hogy mi ez. Gear. Tomizawa, Happy Lay. Ez az itemeket növeli, amiket kapunk. Milyen lay volt ez? Valamilyen flower lay, ugye? Fairy. Ó, nagy mértékben megnöveli az itemek számát, amiket a csatákból kapsz. Az jól jön egyébként, az nem is rossz. MP és blunt attack, támadások. Ez a max MP, max XP a csatákból, max pénz a csatákból. Hát most erre megyünk rá, ugye? Viszont itt most gyorsan el kellene, hogy menjünk valahová. Helyre rakni magunkat. Itt lesz egy küldetés, egy napágy. Aruha! Most már Katival barátok vagyunk. A lila bugyi mire volt jó? Kritikál hitrate 2%-kal nő. Jobban bekritelsz. El kell mennünk, fel kell kajáltatnunk csapattársainkat. Itt van egy étterem balra. Utána megnézzük ezt a melléküldit. Aj, a francban nem belefutottam. Fenyegető férfiakba. Not bad, not bad. Kár, hogy nem. De Kasuga egyből megy, hogy csatlakozzon gyönyörűen. Kibírod, haver, kibírod, skillek. Most megy szerintem a dagger. Hadd vérezzenek. Nice, ott a vérzés. Az elvérzik, az meghal. Ez is megvan, az is megvan. Azt üthetett, Tomizawa jól bírja. Gyönyörű. Egy HP-val, de megcsinálta. Ott egy level up a bondingban, $51. Na most megyünk és eszünk valami finomat itt a srácokkal, mert látszik, hogy teljesen rászolgáltak. Itt lehet dárcozni is egyébként. Itt lehet itt kajálni. Jó napot kívánok. Aloha! Az óceáni fiúknál. Ó, van itt minden. Iron Guard, nem tudom, itt vagy-e még. Itt vagy még esetleg? 110 HP, az MP-t visszaállítja. Ez egynek jó lesz az MP visszatöltés miatt. Ez pedig a kajálás volna, 3.40, 3.10. Azt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet a combo meal effekteket beszedni, mert igazából semmi látszólag nem, tehát hogy nem adja be. Konfirmálunk. Jó étvágyat kíván mindenki. A bonding növekszik. Próbálkozás alapján, aha. Jó, megvagyunk. Most már Kirivi is jó. Jól összeszedte magát. Mehetünk vissza a partra, megnézni, hogy mi a fene lehet ez a nyugágy téma. Ha mindent megveszel, akkor beadja. Jó, de lehet olyat, hogy mindent is megveszel? Mert eddig nekem úgy tűnt, mintha nem lehetett volna mindent megvenni. Hé, hey, te! Mi van, haver? Nyomod! Azokat benyelték. Bubble is shower. Istenem, már megint fázunk. Mi
Vigyél magát! Hajnó! Ő lesz az. Így. Majd nem esett neki, de vérzik. Hoppá! Az meg is halt ezzel. Meg ez is, nagyon jó, mind a kettő megvan. Ő maradt egyedül, a Bummer Strummer. Ó, valami nyugtató dallamot játszik, hogy felhílelje magát, de aranyos. Hülye gyerek, akkor hogy az óceánba. Még rá is rúgok egyet, biztos, ami biztos. Most kajáltunk, erre jönnek, nézd meg. $38 és szép XP mennyiség. Na nézzük, mi ez a nyugágy. Ah, ez aztán kényelmesnek tűnik. Igazából sose ültem még ilyenben. Elég fáradt vagyok. Vigyázz szék! Kapja be. Mikor van lehetőségem élvezni az ilyen dolgokat? Hó? Ah. Még kényelmesebb, mint gondoltam volna. Pontosan ezt képzeld el, a trópusi homokon. Aha. És most elalszom rajta. Szükségem volt erre. Most pedig pihentetem kicsit a szemeimet. Jó, és a többiek mit csinálnak? Néznek? Ne. Na jó, oké, rendesen ki lettem ütve. Jó pihenés volt, ha bár. Teljesen. Lazábbnak érzem magam. Felfrissültnek. Ne, várj. Nem, nehezebbnek érzem magam. Itt fent. Fejem nehezebbnek érződik. Mi ez te? Mi ez, ami csiripel? Mi a szar folyik oda fent? Egy madár. Belefészkelt a hajamba. Van valami a hajamban! Oké, valami kakas lesz az, rúzt. Oké. Jól van. Ezek japánok. Ne lepődjünk meg. Mi a szart keres a hajamban? Nem tudnál elszállni, elég nehéz vagy. Nem... Ne izélges a csőröddel. Nem fogsz elszállni. Most mit kell csinálnom? Ezek a tollak. Valaki olyanból származik, akit ismersz? Ott éltetek ti ketten abban? Nem úgy tűnik, mintha a szél fújta volna le. Talán megtalálhatnánk anyukádat. De hol keressük egyáltalán? Fogalmam nincs. Mit kéne tennünk? Éhes vagyok. Jó, megnézzük majd, hogy hol lesz, miközben elmegyünk. Eszünk egyet. Eszünk egyet, és akkor nyitva tartjuk a szemünket. Csirip-csirip, mondja a madár. Ó, ezeket is jól hangzik. Na akkor keresünk kaját. Hogyan nevezzelek? Mi lenne egy jó madárnév? Valami amerikai? Figyelembe véve, hogy honnan származol, tudod? Láttam egy ilyen animét, ami a tengeren túlról származik, és a főkarakter állatának neve József volt. Nem tudom, hogy madár volt, vagy kutya, vagy ilyesmi, de nem szar, nem? Mostantól Józsefnek nevezünk. Kedveled, mi? József. Akkor keressünk kaját, Csirip. Tényleg nem szállsz rá, ugye? Kutyász így körbemászkálni. Az ABC-ben van pet food. Meglátjuk, hogy elmegyünk-e odáig. És akkor most egyenesen kell mászkálni. Mert ugye a madár súlyától eleshetsz az egyensúlyodról ledönt. Nem lesz könnyű egyenesen menni. A belemész objektumba? Meg botlasz. 7 percem van. Nem baj, nem baj, szaladjunk. Megtaláljuk anyádat, ne aggódjál, meg is esszük. És mindenhol szubó birkózók vannak hirtelen? Amiket nehéz kerülgetni? Ezek annyira hülyék. Annyira jellemző, hogy mikor jönnek elő a szumók? Hát persze, amikor belefészkel egy madár a hajadba. Ó, Istenem, ez a game, imádom.
Egyik legjobb, amivel játszottam mostanság, ez bizonyos. Nagyon sok ember van most az utcán. Vigyázzunk, hova megyünk. Hogy belebotoljak valakibe. Siri. Oké, megjött. Ó, jó Isten! Oké, átjutottam. Éppen, hogy csak, de átjutottam. Itt az ABC. Valahogy eljutottunk ide is. Jó napokat! Van itt egy éhes kis fickóm. Van esetleg olyan kaja, amit ő is megenne? Kis haver? Mi? Hogy kinézett? Szadja csirip! Hogy kidugta a fejét? Oké, most már látom. Cuki kis vásárló. Adjon egy másodpercet. Hogy felnézett? Köszönöm, hogy vártál. Tessék, felőröltem némi nutpelletet. Ez egy ilyen, hát ilyen darabka magyaró meg magvak, tudod? Csirip-csirip mondja. Arigato, jó? Na, ez jó lesz. Milyen, ha leülnénk valahová? Azt mondja, blended. Tehát, hogy egészben nem ette volna meg, és akkor ezért összetörte őket valami mozsárszerűvel, vagy aprítóval, vagy csirip. Na, József, tele van a gyomrod most már, mi? És nem is léptél, vagy másztál ki a hajamból, hogy egyél. Most biztos olyan morzsákat egy hétig moshatom. Teljesen elfejtettem magamnak kaját venni. Még mindig vissza kell... Szóval, hogy vissza kell térni a vadászathoz, hogy merre van édesanyád. Úgy, mit csináljunk? Jó, nem állhatunk csak így ölbetett kézzel. Amíg keresek magamnak kaját, megkeresik édesanyádat. Hoppá! Mi a szar? Szerintem ő lehet az. Azok a tollak, József, ez az anyád. Csirip, csirip, csirip. Oké, hát akkor az én melóm itt befejeződött. Anya és gyermeke újra egyesülnek. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért repült el? Megvan, ott van, erre gyere. Mondja a... vadász társulat. Kik ezek? A puskákkal. Takarodjatok el innen. Vagy és mondja nekünk a fickó, hogy mit akarodjunk el innen. Afro top, tehát hogy afro a hajunk. Mert éppen a dolgunkba avatkozol. Hogy útjába kerülsz. És az miféle dolog, amiről beszéltek? Egy ritka fajta papagája az. Azért vadászunk rá, hogy megvédelmezzük. Most pedig tűnj el. Mitől véditek? Valami csicskáktól, akiken ronda mellények vannak. Mint ti, erre utal, ugye? Szóval ti vagytok azok, akik levertétek a fészkét, ugye? Nincs neked a semmi között, haver. Köszöld. Nem hazudunk. Jól bánunk majd vele. Csak is a legmagasabb minőségű kitömést kapja. Egy ilyen arany papagáj. A rossz, vagy a béna lövöldözéssel csak kockára tennénk, hogy megsérüljön. Ilyen kis orgazdák vagytok, ti szemétládák. Vagy orvadászok? Mindegy, valamelyik a kettő közül. Én főnök, hát nála van a bébie. Ha azt is elkapjuk és kitömjük, még többet fog érni, mint az anyja. Milyen szerencsés nap. Oké, esküszöm, azok a madarak jóféle gyűjtőkhöz kerülnek. Na, add ide és sétáljál. És mi van, ha nem adom oda? Akkor szétlőjük a fejedet, és elveszik a madarán. Hát próbáld meg, hülye gyerek. Inkább az életem hátra lévő részére bent tartom a madarat a hajamban, mint hogy inkább neked adjam. Nem érdekel, mekkora a súlya, vagy hogy mit eszik, vagy hogy... szarik egyáltalán. Oké. Megmondtak azt, hogy neki. És egy szaró madárral a hajunkban. Pócserekre most rámegyünk nagyon. Most. Kitér. Nem baj, jó lesz. Egy megvan, kettő. Gyönyörű. Rasszuk a follow-up, mehet, kész. $120. Rainbow Fragment. És most Józsi a fejedre kakál. Az már megtörtént szerintem többször.
Mi a szar? Visszavonulás? Hol? Hol mentek? Mi van? Nem akarok titeket orvadászkodni, többet látni. Próbáljátok meg és majd megálltjátok, hogy kinek feleltek. Oké, ti gyertetek. Azonnal átgondolom az életemet, mondja. Hát ez közel volt. Csirip, csirip. Tweet, tweet. Cica. Szép munka volt. Remélem, hogy szép új fészket fogtok majd együtt rakni. Biztonságosat, otthonosat. Csirip, csirip. Mi van? József. Nem mondta, hogy már is hiányzik a hajam. Tudom, hogy milyen az, hogyha nincs otthonod. Nem fordíthatok hátat neked. Ez hülye. Na jó, találjuk ki ezt akkor, hogy legyen. Csirip. Kasszuga, te állat! És akkor most befogadja? Felülök, mert fáj a seggem. Nem is rossz, mi? Mostantól kezdve itt fogtok lakni. József, hogy tetszik? Otthonos, Csirip! Csirip, mondja! Oké, zene a füleimnek. Addig maradsz, amíg csak szeretnél. Senki sem fog itt kutatni utánatok. Édesanyád pedig pihenhet, tudva, hogy... Mennyire szereted ezt a helyet? Jaj, várj csak, hova ment anya? Csirip, csirip. Ne, ti aztán hasonlítotok egymásra. Szarás, most a nagyobbik került a fejemre. Japán! Oké, és akkor ez most így folytatódik valahol? Vagy mostantól ez velem lakik? Ez milyen küldetés itt? Ezt lehet, hogy még nem is ismerem. Ez... Nem az, nem. Van valami... Melléküldi, de most azért nyílt ki, mert ezt megcsináltam? Ide kellene mennünk akkor minél gyorsabban. Pénzt gondolom nem veszek ki, itt kékek fognak szembe jönni, tehát tudunk farmolni némi zsetont. Még egy picit előre megyünk, jó? Már nem sokat, ilyen kettő után fogjuk abbahagyni a mai munkát és a kacagást, de már így is 8 órája nyomom, úgyhogy... Talán lassan most már nem fog megártani, hogyha abba hagyjuk mára. Fáj is a hátam, még ezután fogok gyógytornázni, meg modokat vágni. Kapásból két modot meg kell vágni a Pacific Drive-ból, ahol ma sikerült a sztoriban előre mennünk. Aztán még ott van ez is. Nyilván azért ez egy élvezetesebb játék, hogyha úgy nézed. A másik meg sokkal chillesebb, bele tudsz feledkezni az autó pumpolásába, pimpelésébe. Ezek is adnak egy 20 dollárt. Így van, hát minek utána vesztettünk egy kevés pénzt, nem baj az, hogyha az utunk során még összeverünk egy-két gazfickót. Mondjuk amelyik kívül esik az utunkról, az nem annyira fontos. De itt lehet beszélgetni, úgyhogy ezt mindenképpen kell csinálni a bingo miatt. Ez így együtt 40 dollár. Tomi Zava. Nem úgy tűnik, hogy túl sok taxi van. Az emberekre várva. Mert hogy az emberek inkább szeretnek a... Mondjad már miknél. Szóval, hogy vagy a hotelnél beülni egybe, ahol megszállnak, vagy pedig ugye a repülőtéren. Úgy hangzik, mint hogyha nagyon vágnál. Aj, ne, már... pedig most a beszélgetésben voltam benne. Ide jöttek a csicska tánc diktátorok. Aha, és akkor ahol abba hagytuk. Tök jó, hogy folytatja a beszélgetés. Barátságos fickók vagyunk, mi? Kérdezz nyugodtan bármit, amit szeretnél. Te aztán tényleg sokat tudsz. Mint egy profi sofőr. Ilyen kocsi nélkül is, még mindig taxi sofőr vagyok. Egészen a velejemi. Ez az igazi Cudi Istár. Szevasz Cudi Istár, mi a helyzet, hogy vagy? Na, most már onnan csak a childhood memory kell, hogy meglegyen az a sor, és akkor 10 bondingot fogunk kapni. Jól értékelem? Mi történik vajon, hogyha... Ha minden bingóban mindent felfedezel, még
Várja, itt is van egy Tomizawa ideális ride-ja. De most jöttem el onnan, a francba. Kíváncsi vagyok, hogyha a bingo kitöltődik, akkor mi történik? Ezért csináljuk ezt az egészet amúgy. De most egy élettárs... Igen. Ahogy mondod, te is egy élettárs kapcsolatba kerültünk. Egy papagájjal. Most lehet, hogy a következő... Ne üss el! Jézusom! Következő az lesz, hogy... Kedves barátunk Tomizawa lesz majd, aki randira hív bennünket. Nézd ezt a sok majmot az utcán. Ez arra is jó egyébként, hogy az Iron Fragmenteket be tudjuk gyűjteni, amiből rengeteget költöttünk el ugye a fegyver upgrade-ekre most nemrégiben, ezért aztán meg hogy haverságokat kössünk itt random helyi arcokkal. Szóval igen, hogy materiát szerezzünk, Iron Fragmentet például a kukából, és most erre megyünk. Mit nézel? Mit nézel? Itt van a Revolver. Amúgy meg ide bent lehetne beszélgetni a többiekkel. És itt is lehet emelgetni a bonding szinteket. Úgy látom, hogy a 20-as bondingnál jött be az, hogy rásegítenek dolgokra egymásnak, hogyha valaki földre küldött, vagy ilyesmi, akkor ugye egyből megy rá a másik. Passzuka, az akkor átütött, hogy a falnál álló csávó összecsuklott konkrétan. Modest Fortune, nagyon jó. Akkor itt most akkor beszélgetni kell. Azt ott fel kell venni, mert ez a munka szintjét növeli. És itt van a beszélgetés. Ó, ez jó lehet ezt vezetni, mondja. Nem gondoltam volna, hogy a nagy autókat szeretett Tomi. Micsoda? Még félre is tesz egy ilyenre? Ilyen terepjáróra? Biztos megvannak a pozitívumai ennek. Elepakolhatod vele a haverjaidat, meg az utcaidat berakhatod. El is mehettek táborozni vele. egyből izé. Az érdeklődésemet felkeltette. Aha, és akkor ez most oda jön. Sajnos nem a jó helyre megy. Most már kezdem azt gondolni, hogy ennek itt az a lényege, hogy full random hely, és hogy a bingo full random töltődik. Úgyhogy ne tud összeszedni azokat, amiket amúgy terveznél, ugye? Hogyha most úgy mennénk, hogy benézünk ide, itt mi van? Binding, max HP növekedése, Hero Sword, katana. Gondolom amúgy nem volna hülyeség, hogyha vennék magamnak valami fegyver, de nézd, 140 ezer. Ez egy 6-os csillagos fegyver. És akkor erre rárakni még az 51 szintet, érted? Aztán eléred a játék kimaxolását, nézd azt a páncélt. Normális vagy? Ez is szamuráj őrület. Adjunk egy ajándékot. 10 dollár? Persze. Mindentem, hogy Kazumának kéne adni, mert ugye Tomizawának éppen. Magasabban áll a bondingja. Jó, hát akkor elindulunk arra a melléküli felé. Most nem tudom, ez a madaras melléküli, ez most a végéhez ért? Tehát ez így ennyi volt. Remélem, hogy jól pihentek, hogyha már pihentek ilyen késői estéken. Amikor is tovább megyünk ennek a játéknak a kis mellékszálaival, meg mindennel, ami gyakorlatilag szembe jön velünk, ezt meg is csináljuk. Ahogy szeretjük, ahogy szoktuk. Flashbang! Mi van, csicska? A bohóc maszkoddal. Kapsz olyan... Az páfó, így van, mehetünk. 23 dollár a 4 majomért. Ergett olyan pofon. Hára? Jaj! A kisfiú, melyiknek mindig etetni. Ah, Istenem, mindig éhes a gyerek, de most már kíváncsi vagyok, hogy mit fog adni, hogyha adok neki ilyen szendút. És csak, maxos barátkozás. És úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés volt. Igen, tessék, és kapunk egy kosárlabdát, ami 600 gun damage-et nyom be az eleminek, és utána jobban lehet őt lesztannolni. Köszönjük, ilyen kedves voltál, mondja. Őrület, kaptunk egy kosárlabdát a gyerektől. Ami 600 gun damage-et nyom be az enemivel. Ki gondolta volna, hogy ilyenek vannak? Vigyázzunk ott a terhes asszonyokra.
magányos anyukáknak a környékeden. Nem tudom, hogy ad-e egyébként az XP-t bármennyit is. Kíváncsi vagyok rá, hogy ezekből a Smackdown-okból... Hoppá! Ja, ő már nagyon barátom. Akkor most már összeverhetik. Most csak olyan nagy lelki leszel, mint Arthur Morgan. Egyébként, ugye... Itt tök jól megfigyelhető, hogy mind a kettő fickó full ilyen alvilági berkeken belül nyomul. Az egyik ugye egy utonálló bandita, a másik meg egy yakuza. És... Mind a kettő máshogy jó szívű, ugye? Még Kasugánt nem is nevezném pont. Igazából csak benne van ezekben a szitukban, de nem... Hogy mondjam? Nem olyan fajta arc, mint Arthur Morgan, ugye? Aki akár, hogyha arról van szó, hogy önvédelem, akkor fejbelő bárkit meg ilyenek. Nem biztos, hogy... Ja, és nem rossz felé mentem, most már akkor erre megyünk. Arthur Morgan, nem tudom. Most nagyon gondolkozom rajta, hogy hogy lehetne ezt jól megfogalmazni. Bocs, srácok, elnézést, itt vásárolni Aloha. Kell. Igen, ilyen krépész. Veszek egy ilyet $5, igen, köszönöm, viszontlátok. Mostantól ő nagyon szeret engem, és adott egy... First aid hitelt, ami nagyon jó, hogyha valaki elesik a csatában, akkor fél HP-val keltjük fel. Mit mondtál, hogy kell ejteni? Krép? Valami ilyesmi? Egy jó palacsinta. Szerintem reggel fogok sütni olyan. Krép? F-fel? Na azért mondom, hogy K-val, persze. Nem egyik, a másikon esik át. Újra ott az $1000. 3000 pedig még az ATM-ben van. Mit akarok mondani? Krép. Már nekem is késő van. Á, már persze, itt már. Figyelj, én már 8 órája ülök, pofánzok, és nyomatom itt a játékokat nektek a Twitterbe. Reménykedem bennem, hogy értékelitek és örültök ennek, hogy itt vagyunk ilyen sokan, hosszan. És hallgathatjátok, ahogy magamban beszélek itt gyakorlatilag a stúdióból. Jó estét kívánok, üdvít nálunk a teachpertv.bókáson. Egy újabb madár. Én jó, hogy van bird foodom. És mostantól ő nagyon szeret engem. Minden madár a fejemre tojik. És egy jumbo egget ad nekem, nagyon király. Aj, köszönöm. Ezek a fiúk egész nap állnak az utcán, és azt kiabálják, hogy Ánusz, Ánusz! Viszont $3 jön belőlük. Ez a $3 szerintem amiatt jön, hogy egy kis extrát rápakolunk a trinkettel. Ez is ezt hollodik. Ezek nem is ismernek más szavakat. Újabb $23. Újabb bonding. Újabb verekedés. És itt vagyunk az utca másik oldalán. Megérkeztünk. Ezek bengák. Gyerünk, te majd nyomod! Így van. $24.72. Megérkeztünk a helyszínre. Ez miféle küldetés? Ez az a Mohala Shave Ice. Lehet, hogy nem is séf, hanem sáve. Adod a legnagyobbat, ami csak van, kérem. Persze, azonnal. Milyen ízben, uram? Nem legyen íze. Adja a jeget. Jól van. Egy pillanat. Mire kell az öregnek a jég? Nem értem. Csak jeget fog enni a csávó? Tessék, uram. Nincs íz, csak a jég. Nagyon köszönöm. Lekötelez. Szia Zoli, jó pihenést. Kösz, hogy itt voltál. Mit csinál? Jóst! Lehűti magát. Az is se itt mondja. Jó, ez a fickóval. Jó van vajon? Hé, uram, maga! Túl hevült vagy valami ilyesmi? Nem akarna ugye megfázni? Te meg ki vagy?
Ha van egy jobb ötleted, akkor mondd el. Máskülönben tűnjen innen. Mi van? Nincs időm erre a szarakodásra. Hogyha jobban porítva lett volna a jég, átalakultam volna, hová? Ki kell próbáljam. Azt mondja, hogy hová? Let it snow, substory. Oké, szóval a fickó most elment valahová? Nem, úgy tűnik ez később fog folytatódni. Itt van egy másik hasonló küldetés is. Ez biztos, hogy újra itt lesz majd még valahol, hogyha tovább megyünk. Let it snow című. Fejbe csapatom magam kalapnyi éggel. Ennél minden ötlet jobb. Nem tudom, hogy mit akar az öreg hóember, akar átalakulni. Hoppá, itt van bent valami. Egy kemény gyújtógránát. Csak itt nálunk a Tixper TV. Igen, szóval tudjátok. $23, legalább már van egy ezresünk szerintem. Ideben nem megyünk. Itt előttünk volna, amit kergetünk amúgy. Apple Defense. Ez egy ilyen almaital, ami a védelmi értékeidet tápolja meg. És a kövi melléküldetés, ahova megyünk. Várja, itt van egy beszélgetés balra. Az Tommy Zava, ez jó lesz. Rufiánok! Na most miről fognak beszélni a srácok olyan? Eru Tomi? Micsoda, van egy nagy zenei fesztivál minden évben, amit itt tartanak? De most lemondják, mert ugye nagy vihar helyzet van. Biztos szar, hogyha megvetted már a jegyeket. Nagy zene szerető vagy? Ki nem szereti a zenét? Igazából a fesztivál hangulatot szeretem. Szürcsölgeted a kedvenc italodat. Kedvenc zenédet hallgatod. Annyira szabadnak érzed magad, alig várom, hogy újra menjek. Ebben az esetben. Micsoda? Mi ez a teru-teru? Voodoo-dól. Ja, igen, szóval titkos fegyver annak, hogy az időjárást irányíthassuk általa. DJ Zsolti, 2019. Ne szórakozz, hogy te 5 éves vagy. Szevasz, jó estét. Furcsa lépek csak itt az utcán, igen. Most kitalálod ezt a dolgot? Nézd meg, van egy sor! És ott a bingo! Végre! Wow, level up volt a bonding. Wow. Jó, azt még nem tudjuk, hogy mire jó, de örülünk neki, hogy megláttuk, hogy mi történik, hogyha végre egy sor rád urvít. Alexia, a lányod 22 éves? És ide jár hozzánk? De milyen nickname alatt? Hát még a végén kiderül, hogy ő a barka. $17 és szaladás tovább a mellé küldi, itt van már a sarkon. Na. Ó, az egy szép csokorvirág, a kedvenced. Alig várom, hogy legyen egy női karakter a csapatban. Oi, Kasuga. Ichiban Kasuga. Mi van? Nem te vagy a... Azt akarod, hogy leverjem ezt a fickót, mondja Bob Guy. Legyél, amit csak akarsz. Amíg én harcoltok. Ott voltál Yokohamán azokkal a csicskákkal. Akik... A kamerás ügyben voltak, ugye? A te neved volt a... Asakura, a harcos. Azt mondja, hogy az Asakura Channel csillaga. Elég híres vagyok, azt mondja, tudod? És ott is szokott streamelni azon a channelon? Gondolom küldi fel az élőadásokat. Á, igen, már vágom, emlékszem rád Asakura, jaja. Csináld ilyen híres, elég híres figura, mint te Hawaii szigeteken. Vakációzol? Nem. Érted, jöttem. Értem? Miről szól ez? Emlékszel, hogy mit mondtam? Hogy legközelebb lesz az igazi helyzet. De viszont nem volt legközelebb, miután eltűntél, úgyhogy le kellett, hogy nyomozzalak. És tessék, itt vagyunk. Várjál csak, azt mondod, hogy az óceánon is átkeltél félig, azért, hogy revansot vegyél. Igen, pontosan ezt mondom. Azóta, a harc óta
készülök erre, hogy Joko hamában. Oké, okay, figyelj, nincs visszafogás. Ez veszélyes. Ez veszélyes, Mókibot, szerintem is. Beleadunk mindent, nincs elterelés, semmi. Megőrülnek majd a nézők. Na, ez így jó lesz neked? Akkor hagyjuk abba a pofázást és kezdjünk bele. Na figyelj, a kitartásod az viszont tényleg nem semmi, azért... Szóval, hogy a nem, az nem lesz. Nem fogadod el, hogy azt mondom, hogy nem. Esélytelen, eleget pofáztunk. Küzd meg velem, Ichiban! Oké. Okay. Okiba tivádja. Asakura, a forradalmi utcai harcos. Egy Bedbreaker csapást küldök az arcában. Lehet. Elkezd vérezni. Szerintem rosszul van. 1-2 mondja. Ennyi? Hülye gyerek. Ez gyors volt. Meglehetősen gyors. $115 a jutalom. Még a végén a barátom lesz. Inkább. Ó, persze, keményebb vagy, mint legutóbb. Na, most már jól érzed magad? Jól, a seggem mondja. Asakura, amikor először küzdöttünk, észrevettem valamit. Hogy azok a csicskák, akikkel voltál. Közel sem voltak a te szintedhez, ember. Nem úgy, mint ők. De igazából tudod, hogy hogyan kell küzdeni. Igen, gondolom így van. Hogyha ezt már tudod, akkor miért pocsékolod az idődet? Pocsékolni az időt. Igen, hogy a kamera előtt provokálod ki a harcokat. Ennyit akarsz kihozni az életedből. Vagy azt hiszed, hogy random embereket megütni, attól erős leszel. Sokkal többen az életben lennél. Hát igen, de... mondja a Sakura. Lehet, hogy nem vetted észre. De... azt tesz téged erőssé, amit védelmezel. Akár az álmod legyen, akár az emberek körülötted. Számodra biztos vagyok benne, hogy... vagy nem, abban biztos vagyok, hogy keményen tudsz ütni, de hogyha az egyetlen dolog, ami mozgatja az öklödet, az a harag, akkor örökre ott fogsz maradni, ahol vagy. Na. Szóval, újra kérdezem. Most már akkor boldog vagy, Asakura? Meg vagy elégedve ezzel? Nem igazán. Eléggé megrekedve érzem magam már egy ideje. Legutóbb... Nem is tudom, amikor úgy igazán beladtam mindent egy harcba. És miután levertél minket, vagy levertél engem kétszer, azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé rendesen mérges vagyok. De egyúttal... pumpolt is. Mit jelent pumpnak lenni? Na mindegy, az vagy. Na jó, most már csak erősebbé akarok válni. Koncentrálni az edzésre, és utána... kemény revansot venni rajtad. Jól van, hát akkor tarts ki a mellett. Szóval még egy ilyen elkötelezett kis baromnak is nehéz lesz elverni engem. Ezt már látom. Ezért fogok visszamenni az alapokhoz. Nem lesz több szarakodás, nem lesz időpocsékolás, mint ahogy mondtad. Mától kezdve a gyenge Asakura, akit ismertél, már nem létezik. Amikor újra látsz majd, én leszek az, aki keményen odaver. Keményen oda fogok verni, nagyon, nagyon keményen. És akkor így már meg lehet a büszkeségem abban, amit csinálok. Jaj, úgy van-e az, aha. Adj nekem még egy kört. Majd megmutatom, mennyire komolyan gondolom. Lehet, hogy egész végig csak egy kis csicska voltam. De visszajövök, mint egy MMA maestro. Mint ahogy mondtam, hogy az voltam. És egy olyan meccs lesz köztünk, amit megéri végig harcolni. Jól van, hát akkor áll az alkú. Biztos vagyok benne, hogy abból a meccsből majd mind a ketten tanulhatunk egy-két fogást. Addig pedig... Jana. Ja, igen, hajrá, szia. Asakura, az MMA maestro. Hát még sok van előtte, de azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Lehet, hogy jót tenne mind a kettőnknek, hogyha megverekednénk még egyszer, de azért ne becsüljük alá. Úgy tűnik, hogy halálosan össze akar engem verni. Totál rajta van ezen a témán. Sub story 43? Mit jelent az a 43? Megtanultuk a Merciless Melee-t, a könyörtelen melee közelharci csapás. Jó. Nézzük, mi van még itt a játszásban. Aztán lassan eltesszük magunkat mára. Fáj mára.
hátam, derekam, a seggem, a mindenem. Úgyhogy nagyon kedves DJ Zsolti, hogy jöttél, de sajnálatos módon elfáradtam már. Remélem, hogy 8 óra 19 perces stream után senki nem fogja ezt felróni nekem. Elindulunk ebbe az irányba, hogy a legközelebbi epizódban majd onnan tudjuk folytatni a játékot és az összecsapásokat és a szórakozást. Ez a kuka. Iron Fragmentet tartalmazott. A hős nunchakuját. Néhány dinnyét. Ott van valami watermelon, egy flooring mob. Mindent összeszedek, egy superior örböt. A Istenem, már megint egy papagáj. Éhes vagy, tudom, nesze, itt van bird food. Imádja. Kiterjedő szolidaritás. A karizma is, szenvedély is minden szépen növekszik. És egy jumbo egget is kapok. Egyértelműen látszik, hogy fáradt vagyok? Na, ne csinálj, ilyen szar volnék, sorry. Elnézést kérek, hogyha valaki úgy érzi. Éj! Nagyon köszönöm, M. Hajnal, de hát ez most mire fel? Hát 30 dollár! Hát uramisten! Hát nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen. Ma sem maradtam betevő nélkül akkor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg. Úristen, nagyon nagy királyarc vagy. Nagyon hálás vagyok. Remélem, hogy tudod, hogy... Micsoda? Asakura, Ichiban Kasuga. Edzettem. Erősebb vagyok, mint bármikor. Újra akarok küzdeni veled, hogy teszteljem az erőmet. Találkozunk a raktárháznál, a dokkok mögött, amikor van időd. Várni fogok rád. Asakura készen áll a rematchre. Jézusom, nézzük, hogy meddig jutott. Milyen... Hogy itt? Ez lenne az a dokkok mögött a warehouse-nál, vagy... Ez lenne az? Ne! És tényleg? Hát akkor legközelebbi epizódunkban kiderül, hogy mennyit tudott küzdeni az a csávó ennyire rövid idő alatt. Nagyon szépen köszönöm, tényleg. Tényleg, iszonyatosan sokat számít, mert ez a hónap ez... Hát, hogy mondjam, nem alakul annyira jól anyagilag. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatja csatornánk fennmaradását. Mint tudjátok, próbálok itt full-time streaminget csinálni, vagy valami ilyesmi, teljes idős tartalom közvetítéseket intézni a Twitch világába, és nagyon, nagyon sokat számít ez nekem, köszönöm szépen. Várjál, mi történik itt? Belefutottam valamibe véletlen, pedig menteni akartam. Mit mondasz? Úgy értettem, hogy újra akarja venni a rendező a jelenetet. Baromság! Kockára tettem a felvétel során az életemet. Hol, vagy merre felé nézte a kamerával? Azt mondja, hogy kockára tette az életét. Nem hallotta még senki, aki ennyire félt volna egy kocsitól. Köszönöm szépen Sharunnak, hogy a Prime-ját nekem adta. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, tényleg köszi. Köszönöm, az első hónap a megelőlegzett bizalom nagyon sokat jelent. Remélem, hogy sok-sok olyan tartalom lesz a csatornánkon, ami tetszeni fog majd a jövőben, és köszönöm szépen még egyszer, hogy nekem adtad ezt. Ez egy nagy ajándék. Köszönöm. Oké, szóval, hogy... Nagyon könnyű neked, hogy ott ülsz az árnyékban a megafonnal a kezedben, de... A hangos bemondó a kezedbe, de én itt veszélyben vagyok, és megsérültem az utolsó felvételtől. Azt akarja, hogy a csáv, hogy utolsó pillanatban tér ki. Lehet, hogy meg kéne tanítanunk. Na gyerünk, mister! Rendező úr. Szarás. Azt se vágom, mi történik, de ez nem néz ki jól. Most át kell, hogy szaladjak az útestem. Jó, hogy nem egy mini játék. Eddig sosem volt ilyen nehéz átmenni az úttesten. Szóval most itt kellett állnom ezen az oldalon, hogy ebbe belefussunk, ez érdekes. Ó, jó Isten. Kaszuga! És most... Az igen! A kezét hogy elrántotta?
Etikettel. Nem tudom, hogy mind lettetek ilyen idegesek, de mi lenne, ha mindenki lenyugodna egy pillanatra? Mi van? Te meg ki vagy? Arra ki ebből idegen? Bocs, de hát nem hagyhatom figyelem nélkül, hogy egy öreg embert fenyegettek egy bébóz ütővel, úgyhogy csak tegyétek le, rendben? Jó szörösek a kis erejéd ebben a nagy szarban. Így beleugrasz. Mi lenne, ha szétvennénk a koponyádat? Az ide. Ichiban Kasuga, aki afro fent, de afro lent is. Ehet. Szép! A kocsi nem viszi el? Hát elviszi az autó. Oké, okay, és most ráütöm a többiekre. Jaj, nyerű! Milyen száll a gyerek? $121. A bonding növekszik. Nagyon fúj a szél. Rázza az ajtót, mint az állat. Jó is... Na, csak ennyit tudtok. Jó vagy, öreg ember? Öreg ember! Hát te vagy az! Te vagy az, akire a filmemnek szüksége van. Ha? Mi van? Azt hiszem, hogy belekeveredtünk egy újabb filmforgatásba. Ho? Oké, szóval... ti itt egy filmen dolgoztok, barátom. Én vagyok Bori Kashiwa. Hát ismerned kell, én vagyok a nemzeti hős Japánban. Az akció... filmeknek a rendezője, aki most globálisan működik már. Én vagyok a rendezőasszisztens, Furukawa, Kasuga. Oké, okay. Szóval miről veszekedtetek? Tarás. Ez nem egy jelenet volt a filmből, ugye? Ugye nem néptem közbe itt a forgatásban? Nem, egyáltalán. Azok a csicskák a bébózütővel. Nem is voltak részei a forgatókönyvnek. Ezek csak ilyen kaszkadőrök voltak. Igen. Igazából nincs is joguk hozzá, hogy annak nevezzék magukat, amilyen szarok voltak. Aha, szóval, hogy demanding stílusa van a directornak. Ez azt jelenti, hogy hát sokat vár el a kaszkadőröktől a rendező. Aha, és hogy a kórházba jutási ráta a kaszkadőrök között az eléggé magas. Mi ez az altercation? Szóval ez nem az első alkalom, hogy majdnem krimmé verik egy bébózzal. Attól félek, nem. Ráadásul ez különösen egy olyan mozi, amiben ez előfordul. Micsoda, még egyetlen egy akció jelenetünk sem lett rendesen felvéve. Hallottam, hogy az iparban néhány fickó elkezdte úgy nevezni, mint a kaszkadőrgyilkos Kashiwán. Ja, ez egy elég szar név. Hallotta már Furukawa, mondja a rendező. Bocsánat, uram. Na jó van, ezek a szaros kaszkadőrök. Folyton csak kudarcot vannak, és hogy mondjad már, disappoint. Csalódást okoznak nekem, de te, Kasuga. Te más vagy, ahogy mozogtál, hogy elérj ott az autók között. A félelem hiánya teljesen a szemeidben. És ahogy szembenéztél ezekkel a gazfickókkal, szeretném, hogyha te szerepelnél a filmbe. És a nemes, nem választ nem fogadom el. Üdv a Sway the Car 3 Burning Break című filmben. Oké, okay, próbálunk felvenni egy jelenetet, ahol egy kemény fickó rengeteg robbanást kerül el, miközben jönnek az autók. Mi, hogy autókat elkerülni, amíg éppen robbanások vannak? Hát az biztos, hogy veszélyes, de itt művészetet készítünk. Ezt megcsináljuk, és a nevünket a mozi nagy panteonjába fogják belevésni örökre. Hát vagy használtunk CGI-t is természetesen, ahogy a csicskák mondják. Rendező úrra, de hát itt elértük a szűk keresztmetszetet. Én csak azt mondom, hogy néhány digitális effekt, az lehet, hogy rohadt sokat, sok pénzt megmentene. Ne is említsük, hogy sokkal biztonságosabb, és a jelenlegi technológiák úgy néznek ki, mint hogyha... Húsoljál már! Ez egy film.
mondta közben a rendező. És ez azt jelenti, hogy igazi autók lesznek, igazi robbanásokkal. Oké, hogyha meséket akarnék rendezni, akkor nem rúgtak volna ki a művészeti órákról a provokatív self-portréjaim miatt. Filmeknek realizmusra van szükség. Ahogy rázkódik a kamera, tehát az operatőr keze. Aha, oké. És ezt nem kaphatod meg a CGI-tól. Igen, igen, értem. Már megbeszéltük ezt egyébként is, csak aggódom a kaszkadőrök élete miatt. Jó, figyelj, nem vagyok én Ogre Furukaval. Nem szeretném látni, ahogy megsérülnek az emberek. De visszautasítom itt a Visionben, mondjad már, ez a Vision, ez a... amit elképzel, hogy milyen lesz. Bármilyen kompromisszumot visszautasít. Kasszuga pedig, ezért pontosan az, akire szükségünk van, valaki bátor. És elpusztíthatatlannak tűnő. Semmi izé, szaros CGI, hanem egy hús és vér hős. Úgyhogy Kasszuga, a legkirályabb akciófilmet a történelem során segítenél-e megcsinálni nekem? Hát hogyha nem is nekem, de a... az iparban lévő standard fizetésért, amit majd adok neked. Standard fizetés, tehát akkor nem kapunk többet sem. Ez hülye. Azért nem annyira jó marketinges az a fickó, de azért a szenvedélyét, hogy mennyire szeretne filmet készíteni, azt tisztelem. Egyértelműen veszélyesnek hangzik. Biztos, hogy kellene ezt csinálni? Jaja, menjen. Jaja, ez nem egy olyan ajánlat, amit bármikor kap az ember. Brilliáns. Mi, komolyan? Kérdezi a gyerek. De azért figyelmeztetlek, hogy szart se tudok a színészkedésről. Biztos, hogy benne működni fog. De csak amiatt ne aggódjál, hagyjál rá mindent. Történelmet írunk neked köszönhetően. Jól van, akkor csináljuk. Kasszuga, ez aztán nem semmi felvétel lesz. Győződj meg róla, hogy készen állsz. Jó, hogy fog menni? Csak kerüljem el a kocsikat? Nem egészen. Először vedd fel ezt a ruhát, utána fogod majd elkerülni a kocsikat. Oké. Okay. Jó, értem. Felöltözök és kitérek a kocsik elől. Ezt valószínűleg meg tudom csinálni. Aztán nem lesz valami hokizás, jól van? Hanem úgy nézem ki, mintha igazi lenne. Mert a robbanások az biztos, hogy pokolian igaziak lesznek. Magyika. Mi a robbanások? Jól van, hát akkor... mondjuk ja, logikus, hogyha akciófilmről van szó. Így van, emlékezz, a Burning Break. Nek van egy egész izéje, amihez fel kell nőnünk, ilyen hagyatéka. És eléggé durvák lesznek a vezetők is. Mondtam nekik, hogy legyenek meg mindent, hogy elüssenek. Úgyhogy ne hagyd nekik, hogy ezt megtegyék. Kulcs a sebesség. Ha túl lassú vagy, újra kell felvennünk az egészet. El kell érned a finishbe. Lagadta. És nem törött nyakcsontokkal. Jól van, értem. Akkor... minél gyorsabban átkelni, elkerülni a robbanások a kocsikat. Ja, egyszerű, kész rá, Kasszuga? Ja, persze. Oké, akkor kezdjük, ez hülye. Mi lesz ebből? Making movie magic. Közben kaszkadőrködsz, folyamatosan te irányodban fognak jönni az autók. A bal oldali analóggal kell kitérned és elérni a célvonalat az időlimit alatt. Hogyha kifutsz az időből, tönkre megy a felvétel. Három felvétel tönkre megy, leáll az egész, ahogy van. A sebességedet a felle határozza meg. Hogyha halálosnak tűnik a sebesség, lassíts le. Viszont, hogyha nem lassítasz, azzal gyorsabban befejezed. Ha, ki kell balanszolni a koordinációt és a sebességet. Ja, és nem kapsz életbiztosítást. Oké. 40 másodperc. Akkor mehet. Szarás! És honnan tudod, hogy hol fog robbanni? Őrület! Őrület! Jaj, te szar! Jaj! Miért rohadnál ki? 23 másodperc. Ott van a finish line. Jó. Oké. Okay. Megoldott, hülye gyerek! Holy shit! Oké, ez most egy kicsit elütött. Nem jó, ott van egy vágás. És akkor most mi lesz?
Nem lassítok, hülye gyerek. Megcsinálom a végén sikerült elrontani. Újra! Na lássuk, hogy megy ez. De lássam, hogy merre mentek csicskák. Nem lesz kitérés meg ilyen hülyeségek. Maradjunk ezen a vonalon. Itt nem is kell nagyokat mozdulni. Egyszerű ez, egyszerű. Hopp. De ez mindig itt robban? Hol szokott ez robbanni? Jó lesz, elérjük a vonalat, jó lesz. Jó, jobbra, balra, megvan. Hí, max sebesség, barátom, max sebesség. És most azért a standard fizetést kapjuk meg, amiért egyenes vonalban szaladtam szinte. Elképzelhetetlen király volt. És ennyi, üvölti a rendező. Tökéletes. Pontosan, ahogy elképzeltem. Megőrülnek majd a nézők. Hihetetlen ez a csávó. Nézd, ahogy pánikol. Igen, meg a... mindegy. Ez a His Grace, ez nem tudom, hogy mire gondolt az alapján, hogy... Istentelen munka volt ez, Kasuga. Teljesen megőrülök tőle. Igen. Azt látom is. Ez a fickó. Ez az önbizalom. Úgy látom, hogy most döbbentél rá, hogy milyen csodálatos volt a performance-od. Jaj, nem. Akkor tudtam, amikor láttam a mosolyt az arcodon. A vigyorod elmondta nekem. Kimaxoltam ezt a dolgot. Ja, gondolom. Észre se vettem, hogy mosolygok. Na figyeljék, Kasuga. Tudom, hogy valami csicskának tűnök, hogy vén marhának, amikor a CGI-ról van szó, meg ilyenek, de az igazság az, hogy tudom amúgy, hogy a technológia az király dolog. Amikor valami kis modelleket csináltunk, és aztán felrobbantottuk őket. Manapság ezt az egészet a számítógép végzi. De még mindig elhiszem, hogy van szépség, hogyha azt filmezed le, ami a kamera előtt van. Azt mondja, hogy a valóság elvesztését gyászolom. Egy világban szépen lassan ebből a világból elvész a lélek. A kényelem nevében. Amit a filmes világból. Svédakár 3. Egy ilyen szerelmi vallomása lett volna a régi metódusoknak. De albatrosz lettem a nem tudom miben, a kaszkadőrök. Nem volt jogom megkérni őket, hogy ilyen veszélyes felvételeket végezünk. Jaj, rendező úr! Ezután igazából szerettem volna nyugdíjba vonulni. Eljött ez a pont, ahol tudjuk már, hogy vége van, lejárt az időnk. De aztán megláttam, hogy hogyan színészkedsz is. Miattal akarom tovább folytatni a filmezést. Hát soha nem késő, bízom bennem. És amúgy talán őket is megkérdezhetné, hogy mekkora albatrosz is a maga. Nézzen azért néha hátra is. Szerintem, vagy nem, nézzen csak hátra, szerintem mondani akarnak valamit. Rendező úr, Kasuga! Kérem, mondja, hogy megbocsájt. Soha nem lett volna szabad. Azt mondanunk, hogy inkább filmezzünk a szaros zöld háttér előtt. Gyávák voltunk, mint ahogy maga is mondta, hogy azok vagyunk. Éreztem a szelet, ami az a száguldó autókból, a húzat tudja, ami jött, és akkor Kasuga, hogy kitért meg a utolsó másodpercekben tette ezt, hát ez. Ne is említsük a robbanásokból a hőséget, majdnem elfelejtettem, mennyire hősies, és ez az egész, amikor robban. Őszintén, nagyon haragszom magamra. Én is lehettem volna ott a felvételen, de feladtam az esélyemet. Egy karrier meghatározó pillanatban. Na jó, akkor ma újra felfedeztünk valamit mindannyiamban. Megoldottuk a jelenetet, de még mindig rengeteg van. Mielőtt király mozit hoznánk létre. Mit gondoltok, benne vagy ki? Igen, kérlek rendező. Nem szar, fiú. Kasuga-san! Stunt, otszkare-sama deszta! Fenomenális volt! Nem is kell mondanom, hogy újra feltüzelt mindenkit. Tessék, adtam egy kicsit is hozzá.
Mivel még jobb is lett a felvétel, mint amiben reménykedtünk. Megkaptuk a Kaiser Change Holder-t. Ebbe bele lehet rakni az apró pénzt, amit kaptál a felvételén. Mi az a Change Holder? Ez egy kis buksa. Nagyanyámnak volt ilyen. Jó Isten. Hát, és ez valami taxi driveré? Reflex booster, ami az alapagilitásodat növeli. Igen, boldogan segítettem. Köszönöm szépen. Várom már, hogy lássam a filmet. Sok szerencsét. Köszi! Na, rendező úr, mi lesz a következő jelenet? Készen állunk már? A következő. Micsoda, a szabadságért való három emelet zuhanás, egy halálugrás abból a felhőkarcolóból. A realizmus érdekében. Azt mondom, hogy hagyjuk ki a biztonsági köteleket. Oké, ez elég hardcore-nak hangzik. Benne vagyok. Menjünk, mondja a kaszkadő fiú. Akkor adjunk bele minden. Tessék! Hogy én is legyek? Mi valami gáz van? Hát persze, hogy benne vagy. Hát még nagyon sokat kell felvennünk, azt mondom. Szükségünk van rá. Most mindenki pakoljon fel. Várjon már. Micsoda? Hogy Heveder nélkül ugorjak? Ne aggódjál. Földön ott lesznek majd a párnák, meg a matracok. Ne legyél már ilyen gyáva. Nem fog úgy nézni, mint hogy igazán leugranál. Kérlek. Nem, felejtsétek el, használjátok CGI-t, a mániákus. Okay. Akkor mégiscsak inunkba szállt a bátorság, és ezzel otthagytuk. Bori Kashiwa, a rendező csatlakozik hozzád poundmate-ként a csatákban. Hát ez beszarsz, hallod, még a rendező is csatlakozik. Kíváncsi leszek, hogy mennyi pénz lesz behívni vajon. Na, de itt most már tényleg elmentjük már a játékot, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy ti is. Nem voltatok ezzel másképp, innen fogjuk folytatni legközelebb az őrületes kalandjait Kasuba Ichibannak, Kasuga, bocsánat, meg a többieknek. Elfáradtam. Jó lesz ezután majd aludni, hát már majdnem 9 órája megy a stream. Nem szabadna ezt tennem az életemmel, mondaná öreg anyám. Édesanyám mondjuk igen fiatal, úgyhogy nem arról van szó. Nagyon szeretem anyukámat, egyébként mondtam már. Na. Jaj. Köszönöm szépen csatornánk patronusainak a támogatást. Köszönöm Szilajkának, Barkatának, Oldmurknoának, Feketereteknek, Szuzinak, Jonzutinak, Pukibubinak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének, Bekkának, Zsoltbének, Banyegnek, Lódernek, Guremnek, KP-ternek, Jordinak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin S-nek, Grundárnak, Dárlónak, HB2017-nek, K81-nek, Dárknak, Deftornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrálnak, Geoporszívónak, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobitának, Tébalásnak, Korinak, Kolkernek, Simongének, Kismarcinak, Árengárnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxosznak és a titokzatos 45-nek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csatornánk fennmaradását. Köszönöm szépen YouTube-os támogatóinknak is, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek és Butchernek. Nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm szépen, skacok. Találkozunk holnap ugyanitt. Vigyázzatok magatokra. Jó pihenést. Ciao.